Rákóczi Ferivel és Vadon Janival. Ez itt a Best of Morning Show. Egy weboldal azt mondja, hogy tiltsák be a különböző gyerekdalokat, mert hogy rejtett szexuális tartalom van a dalokban, és hogy milyen szörnyű, amikor mi szülők ezt énekeljük a gyerekeknek. És azt mondja, hogy ezeket a dalokat egyébként be kellene tiltani, vagy hát legalábbis észre kellene venni a rejtett szexuális tartalmat a különböző gyermekdalokban. És fejtegeti azt, hogy miről szól a Bujbuj zöldág, az ég a gyertya, az elvesztettem zsebkendőmet, a helyjancsika, jancsika, miért nem nőttél nagyobbra. De az nem zavarja ezt a weboldalt, hogy ezt mit én 100 éve éneklik az emberek a gyerekeiknek? És fölnőttünk úgy mi is, hogy Bujbuj zöldág, zöld levelecske? Fölnőttünk szerintem, mi nem is tudtuk gyerekként, mert nem hallottuk bele. Szerintem sok szülő se tudta, de ma nagyon szórakoztató a cikk egyébként, még ha nyilván nem is gondolják ezt annyira komolyan, hogy tényleg be kell tiltani ezeket a dalokat. De elmondja, hogy a Bujbuj zöldág, zöld levelecske, nyitva van az aranykaput, csak bújjatok rajta, az pontosabban mit jelent? Mert ugye te látsz egy fiút meg egy lányt, hogy kinyitja a kaput, és akkor át lehet bújni alatta, vagy mit jelent az ég a gyertya ég, és leírja. Hát ez az internetes portál. Ez a serdülőkornak a szinonimája, nem? Bizony. Ez az első kapcsolatra utalhat. Zöldág, zöld levelecske, nyitva van az aranykapu. A jancsikát megértem. Jó, sokat hallottad. Helyancsika, Jancsika, miért nem? Nem nőttél nagyobbra. Miért nem nőttél nagyobbra? Ez azt jelenti, hogy egy férfi áll a zuhanyzó alatt magára néz és énekel magának? Igen, Helyancsika, Jancsika, miért nem nőttél nagyobbra? Igen, magamnak énekelek. Ha... mert valójában ez egy nagyon szomorú dal. Hát ezt én is énekeltem, amikor kicsi voltam, hogy Jancsi, miért nem nőttél nagyobbra, de nem jutott eszembe viszont most már így, hogy Helyancsika, Jancsika, miért nem nőttél nagyobbra, most már értem, hogy ezt magunknak is énekelhetjük. Várjál, nőttél volna nagyobbra, lettél volna katona. Ugye ez ott a szöveg. Nem, 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 csúsztál volna Julcsiba. Igen, úgy értem. Nem, hát tudod, hogy mi van. Hogyha nőttél volna nagyobbra, lettél volna katona, az azt jelenti, hogy akkor te katonaként, emberként, férfiként... Meg mit csinál ugye, a katona? Jól, jól tudsz teljesíteni. Na, fejtsük meg, tessék. Bújbúj, zöldág, zöld levelecske, anélkül, hogy ránéznénk a cikkre. Nyitva van az aranykapu, csak bújjatok rajta. Hát az aranykapu lehet a megoldás, hogy az a szexuális tartalom benne, nem? Tehát az lehet a női nemi szerv, az aranykapu, ahova be kell bújni. És akkor bújbúj, zöldág, zöld levelecske, nyitva van az aranykapu, csak bújjatok rajta. Ez rajta, azt jelenti, hogy kinyitott az aranykapu. Így van. Megérett a leányzó, tessék gyorsan elvenni az ő ártatlanság. Most direkt én nagyon finoman fogalmazok, és ezzel finom fogalmazásra szólítalak fel benneteket. Jó, értettük. Hogy kinyílott az aranykapu? Megérett a leány? Zöldág, zöldág, az egyenruha is zöld, akkor ez egy katonai bordé. Kimenőn vannak a katonák, és hajrá minden bele, mert na jó, vissza és akkor... kell menni, csak rövid eltávban. Rajta, rajta, leszakadt a pajta. Bennmaradt a macska. Megkötött a gipsz. Bennmaradt a macska. Kovász került a cipóval? Igen. Tehát rajta, rajta, leszakadt a pajta, az azt jelenti, hogy bennmaradt a macska, vagyis baj van, mert 9 hónap múlva nagy baj lesz. Igen, érkezik igen, a gyermekáldás. Igen, még a leszakadt a pajta, nem az, hogy akkora lendülete volt a bulinak, hogy egy, tehát, hogy egy nagyon jó eseményen van túl a páros, érted? Hogy még az ágy is leszakadt, még a szomszéd is rágyújtott, ahogy szoktuk volt mondani, viszont a macska meg bennmaradt, tehát megkötött a gipsz. Tehát ártalmatlanul énekelette ezt a gyermekednek, aki 3 éves és altatott, hogy bújbúj, zöldág, zöld, nyitva van az aranykapu, és közben terpeszben áldogáló tinilányokat kell magad előtt látni, akiket egyébként szomorú, sanyarú módon 18 évesen teherbe ejtenek, és ez a dal erről szól. Nem, ez már a tragikusabb része. Na azt mondom, hogy ez a tragikus, de akkor ez hogy lett ebből gyerek dal? De ez nem tragikus, ez most a mi értelmezésünk. Amikor ez a dal született a 18-es lánygyereknek, már ez volt a feladata. Nem. Így van, ebben igazad van. Érted? Ez egyáltalán semmiféle utalás nincsen abban, arra, ebben a versben, hogy ezek serdülő lányok lennének a fiúk. Serdülők, de a lányok azok lehetnek már nők, asszonyok. Zöldág, zöld levelecske. Jó, csak zöld, tehát most érett meg. Igen, zöldág, a zöld levelecske, az friss. Zöldágon van zöld levelecske, tehát ez egy serdülő legény, de mondom, aki az aranykapu, akihez az aranykapu tartozik, érted? Aha, tehát ő már a zöldágon a zöld levelecske, az az én levelem, a zöld levelecske. Így van. A zöldágamon az a kis levél. Zsengerügyed. Tehát a zöldág, zöld levelecske az én vagyok. Az te vagy magad. De ezek akkor gyerekdalok voltak, amiben beleképzelünk valamit, vagy klasszik, felnőtteknek írt, felnőtt dalokból csinált 200 évvel ezelőtt valaki, csak egy gyerekdalt, és azt mondta, hogy itt vannak ezek a tinédzserek, akik atomra szexelik egymást, énekeljük ezt a gyerekeknek, hiszen úgy, hogy lett ebből gyerekdal?
Uh-huh. Értitek mi azért, a kérdés? Mert a szülők voltak, akik megtanították a gyerekeknek, és a szülők mindig ott voltak ezeken az alkalmakon, és akkor egymásnak kacsingatva, igazából egymásnak üzentek, miközben a gyereknek tanították a dalt, azért átnézegettek a másik oldalra, és akkor... Látták. És akkor... Jó. Ég a gyertya, ég, el ne aludjék. Bújjatok rajta. Uh-huh. Aki lángot látni akar, mind legugoljék. Na tessék. Aha. Mi ez? Ég a gyertya. Ugye, te tűzben van a gyertya, aha, azt mondjuk. Kanos vagyok. A gyertya maga tehát az ég a gyertya, egy, mennék. Már maga a szimbólum, aha, is a gyertya. Lángol a kanócom. Érted? Na de ez milyen, milyen képzett társítás. Lángoló kanóc, egy ránéztek egy gyertyára, és arra jut eszembe. Az jut eszembe. Erős izgalmi állapotba kerül egy férfi. Így van. Hát aha, teljesen ugyanaz, ugye fallikus szimbólum, és a lángol az egész, tehát hogy... Izzik. Izzik. Maga a vágy izzik ugyanakkor, tehát hogy mennyire dupla a dolog. A ugye? Puskacső vége is izzik. A puskacső vége meg, hogy maga lángol az egész, aha, szerelemtől és vágytól átitatottan. Na, aki lángot látni akar, mind legugoljék. Hát ugye... Na, de most, ha én izzom, mint puskacső. Igen. Te ahhoz, jössz hogy... megnézni engem, és te legugol. Nem, ja, értem. Ja, értem. Te jó Isten, és én ezt ennyiszer énekeltem, igen, a saját gyerekemnek. Jön a te párod. Bizony. Lángot akarsz látni. Lángot. Na, gugoljál le, édesvágy. Essét, érdre, aranyom. Azt a mindenit, hát ezek ilyen perverzek, mert azt én tudtam, hogy a népdalokban azért sokszor van vicces, játékos, szexuális utalás, ugye, hogy ezek ilyen kis huncut kis dalocskák. Ezért mondják, hogy térdre kanóchoz. Aha. Tehát megyek haza, és a Viki azt énekli, miközben zuhanyzom, hogy hely, Jancsika, Jancsika, miért ne? Akkor így. Én meg azt énekelem, hát hogy ég a gyertya, ég, erre aludjék. Aha. Hogyan szólítsd fel a te párodat, nem, miközben nem, gyerek van, de várjál, a közelben, hogy te már kívánod az aktus? Ha hely Jancsikát énekli a Viki sírástól elfúló hangot, hát akkor nagy a baj. Akkor az más. Na ezt mondom, hogy én zuhanyzom, otthon bejön a Viki rám, és azt mondja, hogy hely Jancsika, Jancsika. Akkor ne arra gondoljak, hogy készül a gyereket altatni, hanem hogy üzen. Igen, bizony. Hogy viszont én tudok nem, neki üzenni az ég a gyertyaiget. Van még ebbe, várjál! És akkor, ha most az egyéves gyerekem születésnapján énekeljük majd az ég a gyertyaiget, akkor mindenki nézzen furán a másikra? Mikor az anyósom elkezd énekelni nekem, hogy ég a gyertya, ég, el ne aludjék. És én meg térdre sem tudok. Kacsint egyet. Mama, valami a szemében? Mama, rám kacsintott? Fönt alszom a vendégszobában. Ha már ajányom, lefeküdj, gyere föl. Aranyom. Nem vagyok a madzárdba. Tudom, hogy a lányom korán fekszik, de én sokáig fennmaradok, és korán kelek pirkanatkor. Á, jobb oldalt fekszek. A boiler mellett. Ha elfújnám a gyertyádat. A csukva van a szemem, ne riasszon el, gyere nyugodtan. Aha, szóval, hogy ezek ilyen pervezek. Nézzük a következőt, tessék, magyarázzatok meg nekem. Boci, boci, tarka. Se füle, se farka. Oda megyünk lakni, ahol tejet kapunk. Na, ebben nem érzem a szexualitást, uh-huh, azért. Nem. Hát ennél direktebb mondom, semmilyen gyerekvers nem utal arra, hogy érted. Se füle, se farka. Tök durva. Most elolvastam és azért belegondoltam, mondom, ez nagyon durva. Itt nincsen, ezt nem kell magyaráznunk. Boci, boci, tarka. Figyelj, aha, se füle, se farka. Oda megyünk lakni, ahol tejet kapni. Ennek a bocinak nincsen. Nincsen farka, Feri, tehát oda kell menni, ahol van. Én pont nem ezt olvastam ki belőle. Na. Hát én nem tudom. Nem a farok a lényeg, mint a boci farka, hanem az a lényeg, hogy ne kezdjél nőkkel, akiknek nincsen mellje. Hiszen boci, boci tarka, aha, se füle, se farka, oda megyünk lakni, ahol tejet kapni, tehát nézd azokat a nőket, akik termékenyek, széles csípő, nagy mell, mert szoktatásra hogy alkalmas. Termékeny anya, ott kapsz tejet, tehát menj, találj egy olyan nő gyermekem, aki termékeny. Nem, tehát... az a baj, Balázs, hogy annyira rajta van ez a vonal. De nézd! Csecsemő van otthon. A női domborulat, se füle, se farka. Nem. Bízd a... Figyelj, bízd. Hát ha füle sincs a nőnek azért az... A józan proli észre. Na, inkább mond. Ebben az esetben hagyatkozhatsz. Tehát hogy van egy olyan boci, akinek nincsen farka, tehát nem áll rendelkezésre elég mennyiség, viszont füle sincsen, nem hallja meg, hogy mit mondanak róla, nem érdekli. Ő egy olyan helyre szeretne menni, ahol van... Akkor kimegyek, én férfiként megyek, vagy én nőként megyek? De egy férfinek nem lehet egyszerre mind a kettő, tehát vagy tej van, vagy... Nem, ez szerintem... Ez itt nőjének el férfinek? Tehát nő a boci, vagy férfi? A boci az egy nő. Szerintem itt egy olyan nőről van szó, aki enyhén szóval is kikapós. Nem foglalkozik azzal, hogy mit mondanak, tehát nincsen füle, viszont szüksége van
tejre. De miért azt oda megyünk lakni, ahol tejet kapni, ez olyan, mintha két férfi bika beszélgetne, hogy hagyd ezt a bocit, hagyd ezt a tehenet, menjünk inkább egy másikhoz, mert ott van a termékenység, nem? Ugyanakkor jó János megközelítése, mert ugye a tej az egy drágább dolog volt, annak idején nem volt. Hát, ez kincs volt. És akkor ő a megélhetési nő, nem hallja meg, hogy róla az beszélik, hogy csapodár, de oda akar menni lakni, ahol van tej, tehát ahol van pénz. Bizony. Nem rossz. Uh-huh. Bizony. Hát meg egyes értelmezésük szerint ez sűrített tej. Uh-huh. Jó, érdekes. Jancsika, nőttél volna nagyobbra, Dunáról fúj a szél, nőttél volna nagyobbra, lettél volna katona, Dunáról fúj a szél. Hát ezt, ugye te ezt elég sokat hallottad. Persze. De ilyenkor volt úgy, hogy azt énekelték neked, hogy hely Jancsika, nőttél volna nagyobbra, és azt mondtad, hogy hát én már nem is nőttem, azért nézd meg ezt! Mert ugye itt a kis Jancsikáról szól, nem? Betéveztem meg, hogy hát találok? Ez hogy van akkor? Ez? Itt miben tudjuk? Itt a kis Jancsikáról szól? Kis Jancsika van, ugye? Nőttél volna jobbra, lettél volna katona. Akkor mindegyik... Akik vigyázva állva masíroznak. Mit csinálnak a katonák? Őrt állnak, vigyázba állnak, délcegek, kiúzzák magukat, egyenesek, szép szálak. Hát az összes ilyen dalban ilyen utalás van. Bizony. De mit énekeltél a gyereknek régen? Énekelgettél? Hát ezeket igen. Na hát akkor szép világ lesz. Hát figyelj, tanulja meg. Én mondom, amúgy a múlt héten beszéltünk a svéd oktató rajzfilmről, igen. Én azt is szeretem. Azóta azt az énekeltem. Az jó, igen. Az is jó. Hát nem tudom, én egyet énekeltem csak neki, az is Csodaországban című nagyszerű kis könyvben volt benne, egy altató dal, az volt a szövege, hogy tente baba, tente, aludj anya szentje, ne prüsszögjél, ne üvöltöz, odaváglak én a földhöz, azt a teremtette, én ezt énekeltem. Az is szép egyébként. És van a... A nyuszi ül a fűben, az is van fűnek például, nem az ismerem, ugye? Nyuszi ül a fűben, igen? Ülve szundikálva, nyuszi talán bateg vagy, hogy már nem igen. is ugorhatsz. Nyuszi Jézus, Atya Isten, tehát a nyuszi leült a fűbe, és a nyuszi már nem tud ugrani. Há, mert igen. A nyuszinak már nem beteg. Megy az ugrás. Bizony. Ú, de beteg. Beteg, és nem kaptak rá megfelelő ecsetelőt. Tehát egy fáradt nyúrról éneklünk az. Valójában, amikor hát ezt énekeljük. Hát nyusznak lókfüle farka. Aha. És a nyuszi már nem tud ugrani. Nem tud. Na, talán beteg. Beteg. Gyerekek, hazamegyek, az összes mesekönyvet átnézem. Már nem azért, hogy nem olvassam neki, de hogy nem, azért úgy hátra tanulok még olyan. Nyuszi, talán beteg vagy. És a tavaszi szélvizet áraszt, hát az is. Hát tavasszal, amikor mindenki... Tavaszi szélvizet áraszt, virágom, minden madártársat válasz. Mit? Tavaszi szél vizet áraszt. Inkontinensekről? Igen, ez kicsit mindenki magára veszi ezt a dalt. A tavaszi szél vizet áraszt, aki kimegy pisilni kétszer éjszaka, már magára veheti. Pácska. Tavaszi szél vizet, tehát jön a tavasz, hát, és tavasz ismerkedni is akarunk, jön a szerelem, igen, és mindenki beindul. Buggatott hangulatba kerül. Hát ez egyértelmű. Hát gyerekek, más szemmel nézzük ezeket a dalokat, hát, nem? Hát értékeled, mi, hogy melyiket énekeled, de gyerek kerekecske még dombocska. Így szalad a kerekecske dombocska. Itt szalad a nyulacska. Itt van a csiklandója. Az nincs meg? A csiklandója. Ez már biztos, ezt nekem sem mondták soha. Tehát, hogy itt van a csiklandója. Ezt így ebben a korában nem... Gondoltátok. Nem, annak van egy ilyen folytatás. Most nincsen meg a valaki írja a hopp Juliska, hopp Mariska. Az hogy van? Hopp Juliska, hopp Mariska. Hopp Juliska, hopp Mariska. Így van? A táncba viszik, igen. És ráadásul, na most az a baj, hogy Juliskát és Mariskát egyszerre szólítja meg a férfi ember, és viszi őket táncba. Tehát egy swingereznek a rohadt. Én meg éneklem a gyereknek, hogy hopp Juliska. Érted? Meg azért írták, mert swingereztek. Milyen világ ez? Minél több horog, annál több hal. Gyerekek. Most nem tudom, ültek a fonóban, és akkor jött egy pont, amikor ezt így elkezdték énekelni, és lehetett tudni, hogy akkor innen... Valószínű, hogy ezek felnőtt dolog, amik gyerekdalok lettek, de hogy a célja az értem, és a születés az így alakult, igen, hogy felnőttek legálisan megénekelhessék a saját, igen, vágyaikat, frusztrációikat. Most ami a legdurvább, az a csigabiga. Gyereki. Na várj, csigabiga, gyereki, ég a házad ideki. Kapsz tejet vajat, tehát... Na jó, nem. Nem. Ezt a Noelnek szoktam énekelni. Nem. Jó, de hát akkor ez... Paprika és Bodnár Attila klasszikus, a Csovi Csovi Jasper. Hát az már hagyd ne tudjam, hogy ez a paprika... Az a Papritának a Csovi Csovi akkor. Aha, akkor ott kicsóvált, és mi? Ki az a Jasper? Igen, Jasper. Vörös Sándornak van a Csiribiri, és abba egyébként tényleg az öregről lehet tudni, hogy egy nagy kujon volt. Hát ő nagyon, nagyon csalózott. Ez a négy sorot, Csiribiri, Csiribiri zapszalma, négy csillag közt alszomma, az, hogy berúgott az öreg, nem mert hazamen az asszonyhoz, és ránézett a két ló az istálóba, négy szem.
Ez azt jelenti. Befeküdt tehát kicsit hulla, a szalmába. Részeg, ah, tehát ezek így írottak, amit mi a gyerekünknek ugye olvasunk, hogy csiriviri, csiriviri, hullamától részeg volt, és nem mert hazamenni, mert tudta, hogy olyat kap az asszonytól, akkora betyár volt, imádom. Olyan sztorik vannak az összes gyerekverse, ő nem szereti a gyerekeket egyébként. Így többször nyilatkozta, ő a gyermeki léleket megérti, haláljó arc. És hát ő így élt. És ezek a gyerekversek a legklasszabbak. Szent meggyőződésem egyébként, hogy aki gyerekeknek ír verse, gyerekeknek énekel, és 40 éven keresztül idegesítő, öröngő gyerekek előtt lép fel színpadra, az egyébként a hétköznapi életben gyűlöli a gyerekeket. Tehát ez 10-ből 8-szor én ebben egészen biztos vagyok egyébként. Ide tartozik akkor az Alma zenekar és a Grillus család. A Klassz FM-en. Égető problémám van ismét. És szeretném, ha segítenétek. Ki újult megint? Nem, azt már gyógykezelték többszörösen. Én is úgy hallottam, hogy a fitymas szűkület nem jön vissza. Persze, ha nagyon éget a probléma, hideg kamilla teával ücsörögjél. De ülni, vagy csak öblögetni? Szerintem, hogy hideg. Hát, attól függ, hol ég. Lögyböld. De a vizet rá, a kamillásat, vagy pedig magát a szerszámot benne, ez a nem mindegy. Nem, következő a helyzet, hogy azt találtam ki, most ugye új év megújulás, te is mondtad, hogy most már jó ember vagy, megváltoztál, már eddig is jó voltál, csak most már másként állsz hozzá a dolgokhoz. Január 19-e van, és még nem voltam címlapon, hogy beszóltam valakinek. Ez is igaz, semmi íróság, se semmi. Semmi genyóskodás. Hogy te, mint ugye divatikon és diktátor, és az, aki a 2000 forintos H&M-es pulcsimba, a kinyúlt H&M-es pulcsimba, igen. Nem, hogy az van, hogy novemberben volt egy olyan akció, emlékeztek rá, hogy ha bajuszt vagy szakállat növesztesz, azzal fölhívod a prostata egészségére a figyelmedet. Uh-huh. És én azt így elhalasztottam, viszont egy csomó embert láttam, aki csak bajuszt növesztett. Igen. És arra gondoltam, hogy egy ilyen jó nagy, vagy harcsát csinálnék magamnak, hogy azt megnöveszteném, vagy pedig ilyen kackiásan kipödörném oldalra, hogy melyik lenne a jó. Meg egyáltalán, hogy nyírod? Hogy nyírod a bajuszot? Hogy tartod rendben? Te bajuszt akar? Gondolkozol azon? Ilyen szép nagy kacki de vagy. Szerintem melyik, most a mókát félretéve szerintem jól is állna neked. De melyik? A lefelé? Szerintem a harcsa, nekem azok jönnek be. Harcsásokat? Nekem ez a motoros, ez bejön. Motoros harcsásokat szeretem. A hozadékával, tehát ahogy hívják a kék osztaliga bárja, meg ilyesmivel már nem számolva, tehát hogy csak a bajusz. Aha. És ne pödörjem? Nem, az vagy például ilyen. Mit csinálnak a pödrősök? Mitől áll a pödröd bajusz? Vax. Vaxolom. Jó kérdés. Ja nem, magyar ember, libazsi. Zsíros kenyeret megeszed és széttörlöd? Vagy például minden reggel azt majd át kell nekem, hogy hívják, fésülnöm? De tényleg oda, tehát akarsz valójában, vagy levágod alul, és akkor csak fölül teljesen, meghagyod? Igen, teljesen. Hát vagy nagy harcsát lefelé. Vagy lehozol egy ilyen harcsát. Mutat. Második pödrött oldalra. Harmadik verzió, csak ez a szép kis, hogy szoktad mondani, náttetős. Igen, tehát ez a sóderesek mondják, nem tudom ki mondta, hogy úgy néz ki, mint ha most tevet volna meg náttetős. A Kövér Lászlóról mondta valamelyik sóderes. Igen, de nem, annyira azért nem visszafogott az övé. Tehát egyrészt, hogy a három közül melyik, ez az egyik, másik meg mit csinál egy bajuszos a bajuszával külön? Samponnal mosod meg a bajuszodat, amit a hajadra használsz? Vagy van külön bajusz sampon? Fésülöd minden reggel, hogyha szeretnéd beállítani, akkor vaxolod vagy zselézed a bajuszodat? Mennyi minden nem tudunk mi a bajuszról? Én sima samponnal mosom. Amikor a hajamat mosom, ami nincs, akkor azt a sampont, amit találok a kátszélén, azt például rákenem a szakállamra. Mert a szakállvágásnál egyébként nagyon nekem például, amikor jobban hagyom megnőni, akkor például elakad benne a vágó. Aha. És letöltöttél olyan programot, amire így föl tudod tenni a saját arcodat, és igen, ráhúztál egy bajuszot, és jól állna? Nagyon jó. Igen? Embertelenül szexi. Nagyon jó. Ja. Vagy például, ha festetni akarod a bajuszodat, mert őszül. Én mondjuk nem akarom, mert én szeretem, hogy ősz. Ultraciki. Ultraciki, hogyha egyébként nem ősz vagy, és azt és ugyanolyan ilyen hajfestékkel, vagy van külön bajuszfesték? Ne, melyik? Hát ha bajusz növesztesz, akkor törődj bele, hogy megőszültél, akkor legyen a bajuszod is ősz. Az nagyon hülyén néz ki, hogy egy szerintem ilyen deres csak fejen egy ilyen nagyon fekete, lakszínű bajusz, azért az, hogy ilyen zongoralakkal kicsit megfújod, de azért az elég furán néz ki. Ez nem jó. Tehát akkor az maradjon úgy, ilyen őszes. A bajuszos ember visz magával mindig bajuszkefét, hogy ebéd után le tudja kefelni a morzsákat a bajusz a széléről? Hát az említett Laci nyilván drótkefét visz magával. Tehát, hogy, mert hogy ugye a szőr, a bajuszszőr, meg a szakálszőr az a legdurvább az egész testen. Hát nyilván már béka is felszítszent párszor. Hát persze. Én nem tudom, hogy egy nagyon bajuszos embereket látok, én mindig arra gondolok, mi kellemetlen, amikor odaragad a tejföl. Tehát, hogy nekem valahogy ez a bajusz ez így annyira... De letörli. Igen, utána. De hogy ott eszel, és akkor... van a válasz a frizálásra. Bal oldalon kicsit ott a bableves, jobb oldalon ott három tejföl. Morzsa, ott hány élősködő, nem tudom. Szalámi ez a... héj.
Tehát mindig azt látom, mint a... Kadicabogár mászik az egyik oldal, és fészket keres magának. Egy ilyen nagyon bajuszos emberre ránézek, akinek csak bajusz, és mindig az jut eszem, hogy ő most biztos, hogy most evett éppen valamit, és most biztos az utolsó morzsa még ott van a bajuszán. Tehát valahogy arra gondolok, hogy mit találnék az ő bajuszában. Teljes heggerinc. Például miért neveztesz bajuszt? Valami kis férfias. Nem azért, igen, mert nem vagy elégedett mondjuk itt a felső ajak résszel, és akkor... Nem, szerintem olyan karakteresebbé teszi az arcot. Mi jut eszedbe egy bajuszos emberről? Szigorúság? Bajuszos emberről? Aha. Hát a csínom palkó, csínom jankor, csontoska. A tényleg komoly. Gyerekek, csinálunk el egy bajusz szépségversenyt, már rájöttem, hogy meg kell csinálnunk az ország bajusz szépségversenyét. Keressük az ország és meghívjuk a győztes, meg a leghosszabb, legnagyobb mindennel lehet nevezni, ezt majd csináljuk meg, erre térjünk vissza. Adás végén ezt indítsuk el, ez nagyon tetszik jó nekem. Ki legyen a fővédnök? Feri. Hát ugye Feri, nem, közjogi méltóságnak kell lennie. Mi van az én méltóságomban? De miért nem jó a Feri? Mert ő lesz az arca. Hát de ha és nem lehetek egyben fővédnöke is? Plusz nem, mert akkor a fővédnökét nem tudsz leadni számlát. Ja. Mert az társadalmi munka a fővédnökség? Nem minden ne. A fővédnöknek mindig olyan embert szoktuk választani, aki közjogi méltóság. És ha közjogi méltóságot választunk, akkor mindenképpen egy bajuszos közjogi méltóságot kell találnunk. Aha. Fővédnöknek. Tehát egy elismert ember kell... Akiről mindenkinek az jut az eszébe, hogy, na, hogy bajusz. Igen, bajusz. Aha. Hát most gondolkozom. Kell, hogy bajusza legyen? Hát, tök alap. A védő, igen, alap. A fővédnök. De mi egy bajusz ápolási tanácsokat kérünk tőle, azért kell egy fővédnök? Igen. Tehát azért igen. Akarsz, hogy egy fővédnököt, hogy mondja, hogy szedi le a bableves? Így van, egyrészt, hogy ő ért hozzá, tudja, nap mint nap viseli, nem csak alkalomszerűen, érted? Tehát, ha mondjad nekem bajuszos embereket, aki erre jó. Egyszer a Wunderben ír egy hallgató, igazából beszéltünk ott a bajusz világbajnokság győztesével, a 6 méter bajusz igen, volt az arcán, ő elmondott egy csomó mindent, hogy tudja ápolni, mit csinál, hogy csinálja. Na, az például tök jó volt, de hát ő nem jó fővédnöknek. Fővédnöknek tényleg olyan ember kell, aki hiteles, mert általában így szokott lenni. Jó, vannak olyanok, amikor mit tudom én, ilyen vannak ellenpéldák is, amikor például fura, hogy Fási Ádám szépségversenyeket rendez, de hogy egyébként bajusz szépségversenyhez bajuszos ember kell. Aha. Hát most nagyon erősen. És akkor leváltjuk a Ferit? Ne, akkor én vagy meg se tesszük. Vagy akkor te csak megkérdezed, hogy kell egy ilyet elindítani. Tehát most... több pozícióra is pályázzunk most, vagy keresünk embert. Van a fővédnök, igen? Akinek a neve alatt fut, ő neki nagy embernek kell lenni. Kellenek a versenyzők, akik bajuszosak, beszállhatok ide én is elkezdődöm. Lehetek én például a döntőbizottság elnök, hogy melyik a legszebb bajuszos. Attól, hogy nem ő a fővédnök, attól ő lehet érted? Még az a Sir of the Year, vagy nem tudom micsoda. Sir of the Year? Tehát, hogy ő lehet. Beteg. Sir. Ez legyen a neve, Sir of the Year. Jó, ide jó. Tehát, hogy több ilyen poszton, amit be kell tölteni. De a fővédnök az a legfontosabb, neki bajuszosnak kell lenni, és nagy embernek. Köztiszteletben álló embernek. Így van, nagy ember. Hát akkor egy van. Hát, ha a köztisztelet, akkor mi már nem jöhetünk szóba. Egyrészt akkor elvéreztünk, tehát én nem, hogy nem lehetnék, hanem a zsűri közelében nem mehetnék, tehát, hogy abszolút nem. Hát akkor egy van. Hát egy van, akit fel tudunk hívni, hogy kell bajuszt ápolni. De ez igaz. Tessék? Illetve pontosabban kettő, de abból egy a mi köztársasági elnökünk. Hát ő, hát akkor csak ő lehet. János úr. János úr. Köztársasági elnök. De most oda csörünk és megkezdjük, hogy kell ápolni a bajuszt. Jó napot kívánok, Rákóczi Ferenc, Sebestyén vagyok. Vagy Anna, telefonszámod, hát csörögjünk rá. Figyelj, hát a köztársasági elnök. Laci, nyomtatod nekem a köztársasági elnök hivatalnak az elérhetőséget. Jó napot, igen, Rákóczi Ferenc, a Morning Show-ból. János urat keressük, hogy kell bajuszt ápolni. Jó. Hát hívjuk föl. Szerintem igen, szerintem próbáljuk. Hát ezt már hívtuk a Kispolszkinál. Szerintem. Csak nem tudtuk vele beszélni, hogy adjon neki kegyelmet, nem tudtuk elérni, és bezúztak. Szerintem már benn van. Micsoda, 8-tól. Ha már lehet. Igen, lehet, hogy korábban is ért. És nem tudom, mekkora volt a paksa, amit a tegnap este az íróasztalán. A köztársasági elnöki úr, ő hogyha... A köztársasági elnöki úr, János úr. Ha ő elvállalja ezt a posztot, akkor szerintem egy csomó rajongót szerez magának, még a mostanikon kívül is, tehát hogy még többen fogják őt szeretni. Ezért... Hát meg rajongsz, vagy nem rajongsz érte? Érted? Ő egy hiteles személyiség ebben a témában is.
Na, pont erről van szó, hogyha ő vállalja a fővédnökséget, komolyá válik a rendezvényünk. Nem lesz rendezvény. Csináljunk egy bajusz szépség versenyt, interneten lehet pályázni, hát, meghívjuk a három legtöbb szavazatot, és akkor eldöntjük, hogy ki nyer, és legyen ennek egy fővédnöke, illetve mondja el nekünk, hogy hogyan ápolja a bajuszát. Én azért tovább gondolnám a dolgot, lehetne ebből szerintem egy hasonló kaliberű dolgot kihozni, mint például a nemzeti vágta. Én például én a Sir of the Year-t oda képzelni a Hősök terére. De akkor nem lehet Sir of the Year. Már így egyébként, hogyha a Hősök terén végignézel nemzeti nagyjaink szobrán. Igen? Hát ott van egy pár bajusz. 80%-ban szerintem simán. A szobrok 80%-a biztos. Na azt mondja, hogy köztársasági elnöki hivatal, tessék, Sándor, valóta levélcím, telefon. Szerintem legyen inkább a telefon. Írjuk neki levelet, van egy postagalomba szerkezősébe. Küldjük el. Mondjuk azt, hogy jó napot kívánunk a Morning Show élőadás. János úrral szeretnénk beszélni? Vagy most látom, hogy itt a doktor úr. Az is jó. Na várj. Azt mondja, hogy... Hát kérdezzük meg, hogy mit szól. Várja, föl is kérjük. Föl nem, hát egyben megkérdezzük, hát hogy ott van. A köztársasági elnökének hivatalát hívta. Ajajajaj. Welcome. You have called the office of the President of the Republic of Hungary. Na várj. We are. That assistance in English, please press zero. Nem, zérót nem nyomunk. Én gombnyomással választom a következő. És mi van a vietnámiakkal? Várjál már. Elnöki titkárság, egyes gomb. Jó nekünk? Főigazgatói titkárság, kettes. Hát, jobban hangzik. Jogi és alkotmányossági. Nem szeretjük. Kettes nyert. Társadalmi kapcsolatok igazgatósága, 4-es gomb. Eddig a kettes vezet. Igazgatóság, 5-ös gomb. János úr, 6-os gomb. Igazgatóság, 6-os gomb. Kettes gombnál én nyomnám. Igazgatóság, nyomnám a kettest. Várj, amíg hátul. Honvédelmi főosztály, 8-as gomb. És lehet, hogy János 9. Nem, lehet, hogy újrahallgatásához. Vagy úgy mondjam, hogy... Nyomj meg a 2-ös kereszt gombot. Ja, és 9, Áder János. Aha. Ha közvetlenül János úrral akar beszélni, nyomja meg a 11-es kordot. Hú. Na vele. Most a kezelőt kapcsolja. Kezelőt kapcsol? Hát jó. Igen, tessék. Halló, kezi csokkolom, Sebestyén Balázs vagyok a Morning Show-ból, itt ül a Rákóczi Ferenc és a Vadó János. Kezi csokkolom. Élő adásban tetszik lenni, mi a János urat keresünk. Csokkolom. Üdvözlöm. Kezi csokkolom. Sajnos nem tudom adni. Hogy? Még nincs bent? Hogy? Hát mi történik ebben az országban? Hogy? Nincs bent? Most éppen vagy megbeszélve? Én nem az elnöki titkárságon vagyok. Nekünk nincs tőún üzemmódú telefonunk, vagy hát én itt valamit nyomogattam, nem is tudom pontosan hova lyukadtam ki igazából. Ez mi a büfé? Most hol vagyunk, kezi csókolom? A gazdasági igazgatóságon, de én tudok önnek adni telefonszámot az elnöki titkárságon. Közvetlen? Jó, de jó. Hoppá! Közvetlen a ne tessék bemondani adásból, tehát a sajtóigazgatósághoz tetszik nekünk tudni számot adni? Hát hova akarja a sajtóigazgatóságra? Hát ahol megtaláljuk János urat. Azért mondom, hogy az elnöki titkárságra tudok. Elnöki titkárság. Na, akkor vissza. Ah, nekünk az megvan. Ott a Júliát keresünk, mert a Laci azt is kinyomtatta nekem. Hát, hogyha így tudja, akkor igen. Igen, mit kaptam egy telefonot, ez elnöki hivatal, főigazgatóság, elnöki titkárság, Laci mindent kinyomtatott. Igen. Ott van Júlia? De ha van közvetlenül egy a sárga telefonhoz, akkor... Piros. Egyébként János úr házon belül van? Én azt nem tudom. Nem tudok. Jó. Jó. Hívják a elnöki titkárságot. Nagyon szépen köszönjük. Kezi csokkolom, jó munkát kívánok. A legjobbakat kezi csokkolom. Hello. Hát legalább megkérdeztük, hogy gazdaságilag az épület rendben van, hát ő volt a gazdasági hivatal. Így van, az igaz, gazdaságilag a fene vigyel ezt elfelejtettük. Hát azért csak tudjuk, hogy mert érted, ha baj van, ha nincs, tehát hogy ott az épülete gond, ja, akkor János úr nem ér rá. Aha, mert lehet, hogy most éppen, ahogy hívják, akkor elment befizetni a csekkeket. Csekket fizet, be beszél a kőművesekkel. Hát na várjátok, azért... de két dolgot mondjunk, most... Szeretnénk felkérni, hogy legyen a fővédnöke, vagy bajusz ápolási tanácsokat is, akar. Is. Én is akarom. Én nem akar fővédnök lenni. Én csak tárcsázom. Ha nem akar fővédnök lenni, attól még adhat nekünk így tanácsokat. Akkor az elnöki titkárságot hívjuk? Szerintem igen. Hát ha már nincsen közvetlen vonalunk. És ha már odáig elértünk, érted, hogy vele beszélünk, akkor csak megkérdezzük ezt, hogy mit csináljunk, melyik fazon a jó fazon, ugye? Na jó. Mit nevesszünk? Hát akkor hívjuk. Szerintem tök jó. Mondjuk megkérdezhetük volna rögtön, hogy benne van-e már, hogy hallották. Elnöki titkárság, jó napot kívánok! Ó, kezi csokolom, Sebestyén Balázs vagyok a Morning Show-ból, itt ül a Rákóczi Ferenc és a Vadó János élőadásban tetszik lenni. Mi Júliát keresjük. Csokolom. Egy kis türelmet kérünk. Miért Júliát kértem? Miért nem az elnök urat? Uh-huh. Hát lehet, hogy arra is ugyanazt mondta volna, hogy kapcsolom. Hát be kellett volna próbálni egyből, hogy most, mert János urat keres. A Júlia kicsoda? Figyelj, ha határozottan mondtad. Ő a főosztályvezető. Hát most várjál, lehet, hogy Júlia blokkolja a hívásunkat, mert ő azért van, érted? Ő a védvonal. Ő a védőháló. János úr előtt. Rosszul csináltok, annyit kellett volna, hogy Sebestyén Jánost kérem.
Halló. Kezi Csokolom, Sevestyén Balázsék a Morning Showból. Mi Júliát keresünk, itt ül a Vadó János és a Rákóczi Csokolom. Ferenc, és élőadásban tetszik lenni. Júliához van szerencsénk? És Szekrúja vagyok. Kezi... Türelmüket kérném. Igen, várunk, mert, amennyit csak kell. Én a sajtóigazgatóságnak átadom önöket. De az is nagyon jó nekünk. Jó? Azt köszönöm, csak tessék szépen. Nekünk megsütni, hogy benn van a János úr? Nem tudok erre a kérdésre válaszolni. Türelmi nagyon kérdés. Fontos lenne, hogy elérjük. Tessék segíteni. Jó. Türelmet kérem, köszönöm. Várunk, köszönjük. Kedves tetszik lenni. Most mit csinálnak? Most a igazgatóság. Most beadnak valami jogdíjas zenét, ahogy hallom. Várja. Hó, DM 49. Most Anitát kell keressed. Megyünk Anitához. Jó. Tudod a hétnek, ez más egyébként, ez nem az. Figyelj, ha bent az... lenne, biztos tudnánk, mert akkor már itt? Hallották volna azokat a határozott döngő lépteket. Ja? Most kérjük egyből a János urat. Jó. Halló. Halló. Halló, Kezi Csokolom. János úrral szeretnénk beszélni, Sevestyén Balázsék a Morning Showból. Vadó János, Rákóczi Ferenc is itt ül mellettünk. Csokolom. János úrhoz szeretnénk eljutni. Szép jó reggelt, Altorjai Anita vagyok. Anita! Jó reggelt! Hát mi ismerjük egymást? Igen, másfél évvel ezelőtt valamikor nyáron beszélgettünk. És egy ismerős hang. Azóta is magyarázkodik. Igen. Anita, drága, mi ismerjük egymást, másfél évvel ezelőtt mi eljutottunk hozzád, amikor a Kispolszkit szerettük volna megmenteni. Igen. Most igen, újra itt vagyunk nálad. Emlékek. Kedves emlékek, háromszori kapcsolás után. Mivel segíthetek most ezt a... Szeretném megkérdezni, hogy bent van-e a János úr. Várja, mi volt ez a sóhajtás, Anita? Kicsit lemondó volt. Nem volt még meg a reggeli kávé? Igen, kicsit lemondó voltál, hát azt nem mondhatod, hogy sűrűn zaklatunk. Mi a János úrhoz, a köztársasági elnöki úrhoz szeretnénk eljutni? Hát az igazság az, hogy elnök úr programjai nem teszik most lehetővé, hogy a rendelkezésetekre álljon. De ha most azt mondod, hogy megint, hogy külföldön van, mert a múltkor, amikor kerestük, akkor Lengyelországban volt. De utána néztünk, tényleg ott volt. És egyébként tényleg ott volt, de ha most is külföldön van, akkor ez nekem több, mint gyanús. Itthon? Nincs külföldön, itthon van, nem nyilvános programja van, úgyhogy be kell érjetek velem. Nem nyilvános? Családi. Ajaj, Anita, figyelj! Segítened kellene nekünk, hogy... meg kéne valahogy győzni az elnök urat, hogy legyen a mi bajusz szépségversenyünknek a fővédnöke, ugyanis Feri egyrészt bajusz szeretne növeszteni, ehhez kellett volna segítség a gazdasági elnök úrtól, kettő, hogy a fővédnöknek szeretnénk, vagy fölkérni, hogy legyen a mi bajusz szépségversenyünk fővédnöke. Mert egy nagyon-nagyon fontos lenne számunkra, hogy egy nagyon hiteles ember képviselje az ügyünket. Köztiszteletben álló szakértő van neki bajusza, tehát hogy ezért gondoltunk rá. Mondjuk, hogyha ez a nem nyilvános programos jelenleg bajuszfestés, akkor tártalan, nem érdekes, nem érdekel minket. Na, mit mondasz erre, Anita? Ez utóbbi félmondatot nem igazán tudom hova tenni, ezt a bajuszfesteset, de köszönjük szépen a megtisztelő felkérést, természetesen azon nyomban tolmácsolom elnök úrnak, amit lehetőségem van. Mi ezt interneten indítanánk el, nevezhetne bárki az országból, a leghosszabb, legnagyobb, legszebb bajuszt keresnénk, őt aztán egyébként megbeszélnénk a vágtásokkal, hogy bemutatnánk a vágtán, és összekötnénk a hagyományőrző dolgokkal, tehát abszolút, és közben egyébként szeretnénk, ha a köztársasági elnök úr pedig hát tulajdonképpen fővédnökeként ott lenne majd, vagy csak igen mondana, vagy elbírálná. Tehát a pontos dolgok még nincsenek kitalálva, minden esetre szükségünk lenne az ő tapasztalatára és segítségére. Hát nagyon szépen köszönöm a megtisztelő felkérést. És mondom, tolmácsolni fogom, elnök úr döntése, hogy bajusz ügyben mit lép és mit nem. Anita, kell nekünk írjunk egy írásos fölkérést, hogy tisztelt köztársasági elnök. Én még nem kaptam tőletek levelet. Nem, ez most, ez most reggel robbant ki, igen, tehát ez az egész egy ilyen nagyon friss dolog. Igen, mert nekem van egy álmom bajusz ügyben, és megkerestük azt az embert, aki irányt tud mutatni ebben is, és ez az elnök úr volt. És akkor azt gondoltuk, hogy felkérjük, de hogyha az a hivatalos út, hogy meg kell írjuk a felkérést. Megírjuk. Akkor megírjuk. Írjunk egyet, Anita, hogy érzed. Hát én örülnék, hogyha kapnék tőletek. Jó, mi minden hivatalos útat szeretünk végigjárni. Persze, akkor írunk egyet, és akkor az neked juttassuk el, vagy a főigazgatóságra, elnöki titkárságra? Hát én megköszönném, hogyha nekem természetesen úgy címezve, hogy Áder János köztársasági elnöknek. Jó. Aláírjuk, megírjuk, és akkor leírjuk, hogy pontosan Anita mire címén. Gondoltunk. Nagyon igen. Köszönöm. De jó. Az összesnek jövő levelet te bontott föl? Nem. Én gondolom, hogy e-mailen külditek a levelet, nem pedig, pedig papír alapon. Meg akartuk adni a módját, hogy fa-mentes papír. A környezetet, nem pont olyan. Az oldala végigetve öngyújtóval. Igen. De hasznos, amit mondasz, e-mailben küldjük?
Na, szóval pont annyira védjük a környezetet, ahogy ti is. Mi igyekszünk minden levelet e-mailen küldeni is, és várni is. Úgyhogy én azt szeretném kérni tőletek, hogy ader.janos@keh.hu e-mail címre küldjetek el a levelet. Nagyon jó. Nagyon jó. Anita, küldjük akkor. Jó? Várjuk. Nagyon profin csináljátok ti ezt a dolgot. Megírjuk akkor ezt. Jó munkát nektek. Köszönjük szépen, viszont kívánjuk. És gratulálunk ahhoz, hogy eddig 4 emberrel beszéltünk a hivatalban nálatok. Mindenki jó volt, és mindenki annyira kedves volt. Igen, nagyon flott. De jó ezt hallani nekem. Köszönöm. Igen, Júliát is pusziljuk. Köszönjük szépen. Amit a jelentkezünk, jó? Jó munkát. Ciao. És ők pusziljuk Jánost. Igen, ciao. Köszönjük szépen. Miért pusziltuk a Jánost? Mert mi rockerek pusziltunk. Mi úgy szoktuk tudni. Ja, azt nem tudtam, hogy ti rockerek pusziltunk. Na figyelj, most már ezt nem muszod meg. Nagyon jó. Tehát most már bajuszod meg. Lesz, fővédnökünk lesz, és elindítjuk a bajusz szépség versenyt interneten. Csak mondom, hogy Feriében nem tudsz kihátrálni, hogyha... Ha hülyén is áll majd. Így van, hogyha ha János úr elfogadja, akkor és fővédnök nem fogunk itt bohockodni, akkor lesz Sir of the Year. Jó, én ilyen fővédnökkel megyek. Bármeddig megyek. Jó, de ő segít? Tessék? Segíteni fogok, hogy... Nem kell sok segítség igazából. Jó, egyébként tényleg, szóval hogy ez is sokat változott azért így az elmúlt években, nem? Abszolút. Nem úgy értem, a szóvivők egyáltalán kedves, sokan helyes. Flottabbak, mondják, tehát hogy valahogy ide, ha legyen szó BKK-ról vagy bármiről, tehát hogy valahogy könnyebb ez az egész. Azért megjegyeztem, hogy a másfél évvel ezelőtti eseményeket nem tudja felejteni. Volt egy nagy sóhaj, mikor meghallotta, hogy kik vagyunk, azért mondjátok. Pedig az másfél éve volt, nem tegnap. Igen. Jó, interneten lehessen nevezni majd, szerintem fotók alapján, nem? Tehát mindenki nyilván magáról kell, hogy elküldjön fotókat. Ha lezárjuk a fotópályázatot, az így készültök kiti oldal, de akkor ezt mint a márciustól elindítjuk. És akkor az év bajuszát keressük, nem? Hogy van, Sir of the Year? Már Sir of the Year, de az év bajusza lehet. Az év bajusza. A díját adásra is szerintetek ne. El tudna jönni János úr? Ne, hát most ide behívjuk. Nem itt lesz a díjátadás, hát a Vágtán, nem? De így van, hát vagy valamilyen elitebb helyen, mit tudom én. A sztori hol szokott lenni? Na annál legyen jobb. Na jó van. Jó, akkor ezt folytatjuk tovább. Már most, aki szép bajuszt ápol, és szereti, növeszti, hosszú ideje. Az várjon ugrásra kézzel, nehogy küldjön valami. Egyrészt ne küldjetek semmit, kettő. Ne vágjátok le, három, ápoljátok, fotózzátok, vigyázzatok rá, és mondjuk, hogy ez a dolog mikor indul. Szerintem ez tényleg, hogy a Vágtával is érdemes lenne ezt a dolgot így összekötni, és akkor ez valamikor majd úgy, hogy ott van a díját adó, vagy velük együtt szerintem, nem? Ez egy szép hagyományőrző dolog egyébként a nagy, szép magyar bajusz. Morning Show. Gyerekek, kiderült, hogy mi van Rozsára. Kiderült, szegény, hogy ne is a rohadt életben, hogy ez volt a hírportálok már le is hozták a drámai hírt, miszerint. Na, tessék. Miszerint megcsüpt egy méhecske. Jaj, szegény kis puci cucika. Nem értitek ti ezt. Az a baj, hogy mivel ti teljesen laikusok, és abszolút nem vagytok képben a tenisszel, itt ti csak az elbogatelizált, és az olyan, hogy egy méhecske csípés, az csak olyan könnyű hogy feldolgozni ott a pályán, egy méhecske csípés. De hát ez egy szörny. Múlt is fájt a feje egy picit. Hát ez a teniszben ez a cápa támadás. Tehát azért értitek. A méhecske a szörfözők fehér cápája. Ez jó értitek. Ez. Teniszben a méhecske az olyan, mint a szörfőröknél a fehér cápa. Nem, én látom, hogy ápolják az ő jobb új begyét. Igen, hogy picit sír, picit lefelé gömböl a kis szája neki. Széle. Jegelték egy kicsit, igen, majdnem kicsit bibis lett, és kicsit sírókat. Jaj, és tudom, ez ő mirkája nagyon messze volt ahhoz, hogy adjon rá egy gyógypuszit. Igen, nem tudott rád egy gyógypuszit. És hát emiatt vesztette ő az első szettet. Oh, tehát ha azt gondolnád, hogy ez a kis balongelli, kis datolya zabáló olaszot megszorongatta, no. Mert láttam, hogy kicsit megkidrukkod. Szereti a datolyát nagyon. Nem szereti a datolyát és az olívabogyót. Az egyiket hozzák neki, a másikat termeli a családja. És, de nem ezért veszett el az első szettet, mert annyival jobb volt ez a balon mellé, hanem egyszerűen csak megcsípte egy méhecske. És azért az komoly dráma, ha az ütőfogó kezedet megcsípi egy méhecske gyerekeket. Egy méhecske csípés azért nagyon durva. Egyébként nyilatkozta Federer, most nézem itt az egyik hírportált, hogy soha nem érzett még ilyen fájdalmat. Nem, micsoda kőkemény, brutális férfias életem volt. Nem hallottatok még az ausztrál gyilkos méhekről, amíg akkorát csípnek, hogyha csak egy új begyetesz hozzáérnek, az egész jobb kezet zsibbadna. Most úgy szerválni, fogadni, pörgetett, nyesett forrákokat ütni, ez nem olyan egyszerű. Én azt hittem, hogy előre ment az operatőr, hogy letörölje a lencsét, de nem az sötétítette el a képernyőt, hanem amikor beszállt a méh a Lod Lavel arénába. Atya úristen!
Szegény fiú, 2007-ben emlékeztek akkor sem, amikor egy tüske ment a észébe a bőrébe. Adja meg bökte a tüske. Hát, nem értetek ti a tenészhez, az a de baj. De olyan nem volt, hogy lehorzsolta a bokáját. De nem. Elbagatelizáljátok ezt, az a baj. Nem értetek a teniszhez, és ezért ez nektek csak egy ilyen kis könnyű tréfa, hogy egy Grand Slam második fordulóban egy mélyecske csípés milyen drámát tud okozni. Múltkor meg hogy leégett a tarkója, aztán az húzódott neki. Jó, Istenem, mi történik már ott a nezekkel? Ha ott vagy, oda szaladsz rá egy puszit, ugye? Nem engednek be. Mióta Szelest hátba szúrták, ott azóta elég komoly intézkedések vannak, de vannak biztonsági őrök, akik mindig arccal ugye a nézőtér felé áldogálnak. Azt igaz, mondtam a múltkor, nem hogy nagyon szeretik. Meló, nem nagyon szeretik. Nem szeretik. Meg hát a múltkor is megvágta egy manikűrollóval egy kicsit a kis újabb egyét a Rozsi. Csak mondom, hogy már Nadal van a pályán egyébként. Szóval, hogy nem rohanhatsz be, illetve sok esélyed nincs. Volt, most egy 2 évvel ezelőtt berohantak a Federerhez, és ott volt az ütő a kezébe, rávághatott volna egyet, egy, azt hiszem talán angol szulkolóra, de nem tette, még a zászlót is volt ideje Federer nyakába tenni, azt Federer lerántotta a fejéről, de fogta az ütőjét, nem de nem... Nem szereti az angolokat? Hát nem szereti inkább a berohangáló szurkolókat, igen, azt mondjuk az egyébként egyszer, megértem. Mert egy, hogy hívják egy tradicionális angol mustár, megcsípte a nyelve hegyé. Nem, mert ugye mióta Szeles Monikát hátba szúrták, azóta azért, hogyha elindulsz a teniszpálya felé, vagy csak rosszul nézel, akkor azonnal kiszednek. Tehát ott az egy komoly. Ott azt hiszem egy Graf szurkoló volt, és teljesen váratlanul neki volt ideje Graf belépni. Graf Zeppelin, igen, szurkoló volt, volt ideje belépni a Szeles mögé, és ugye hátba szúrta. Hát de szörnyű volt mondjuk. Szörnyű volt, igen. Hát az gyakorlatilag kettébe is törte a pályafutását Szeles Monikának, tehát onnantól kezdve ő már árnyéka volt. Igen, próbált akkor utána visszajönni, meg voltak még tornái, de onnantól kezdve ez neki olyan sok volt, hogy nem is tudott igazán. Nem tudott igazán. Milyen rajongó vagy, mennyire elvetemült rajongó vagy, amikor annyira szeretett Steffi Grafot, hogy meg akarod ölni az ellenfelét, nem? Beteg. Tehát, hogy azért az így, az nagyon-nagyon-nagyon fanatikusnak kell lenni. Hát én, amikor nem akarod, hogy a Feri végig mondjon egy mondatot, én legszívesebben hátba szúrnálok, annyira rajongok a Feriért, és annyira rossz lesz. Ma mindig el is indul, de igen, megbeszéltük, hogy nem, tényleg ne csináljam, mi lesz velünk nélküled. Meg csak egy nyomorult kis kanalam van. Azért az nagyon fájna. Az nagyon fájna. Ja, Istenem, mi lenne ez a Federer, hogyha már még MMA lenne, nem? Isten, milyen demagóg duma ez? Milyen hülye demagóg duma ez? Hát most a Federer a 40 kilót... Elnézést, srácok, sajnos Rozsé nem tud, mert megcsipekint egy izé. Jó, mi lenne, ha egy MMA-s ütne egy olyan nyesett fonákat, mint a Federer jobb kézzel? Na most ezt nem tudjuk összehasonlítani. A fájdalom küszöbről beszélek. Hát de már nem is kell, hogy azonos legyen a fájdalom küszöbük, nem? Hát miért kell, hogy azonos legyen? Hát egy MMA-s az 30 évig ütik, vágják, hogy bírja a fájdalmat. A teniszben azért ritkán van testkontakt. Nem is játszott most egy évet, kihagyott vakbélműtéttel. De nem is palaszkodik méhekre. Csak a forró tát is hűtik neki, hogy nehogy a kis nyelvét megégesse. Jaj, fújjon még egy kicsit, Rozsé. Istenem, nem szeretem, amikor laikusokkal kell beszélgetnem a teniszről. Tehát amikor... Laikusok? Hát ez nem a teniszről szól, most ez egy... Jobb kezedbe fogod az ütőt. Ha megcsípél az új begyedet és feldagad, a jobb kezedet a szervánál iszonyatosan fogod, ráadásul ugye minden fogásnál te ütőt váltasz, ütőfogást váltasz. Tehát máshogy fogod az ütőt a tenyeresnél, a fonáknál, máshogy fogod a szervánál. És ugye ha neked megcsípi az ujjadat a méh, hát ott szörnyű dráma, hogy utána szorítanod kell. És rádagadt a csípést. Rádagadt a csípést. Nem tudta megforgatni. Miért nem szívta ki a Lütti? Tényleg. Mondjad? Ha milyen edző az ilyen? Mondja, Gyuli, mit mondtál, hogy micsoda? Mert egyébként ilyenkor ott van ugye a Davis Kupa csapat edzője, ő edzi Rogert, hogy ő is, nem meg az Edberg is. Nem volt senki, aki kiszívja azt a nyavajás fullánkot. Hát ilyenkor te magadnak tudod kiszívni, nem? Azért... Akkor a Roger miért nem szívta? De lehet, hogy kiszívta, én láttam, mert hogy ott ő van. Mert fájt neki. Ne, az abban, hogy sírt, és nem tudta a könnyedre. Igen, annyira elfájtolosodott a tekintet, hogy nem látta, és egy másik ujját kezdte el szívni. Majd egy erős külön embere van. Hát, fullán kiszívó. Figyeljetek, hát ilyen a fájdalom küszöbe, de hát azért gyerekek, tehát azért 17-18 Grand Slamnél tart, tehát hogy azért így... Hát teniszezni azt tud, hát az kétségtel, az senki sem kérdőjelezi, meg csak hát vannak időnként ilyen drámák is azért, amik nyilván benne lesznek majd később az életrajzában. És 2000, igen, és tudod így lesz, 2015, Australian Open, a méhcsípés. 3-3 volt teljes fejezet.
M3-as Nyíregyháza felől Budapest irányában a rekettyes és pihenőben a rendőrök mérnek. Bandita küldte nekünk. M0-ás leállósában az 51-es kihajtó előtt kamion defekt. Moszkva tér tökéletesen járható. Mérnek az M7-es 145-ös kilométernél Letenye felé. Üdv B, valamint trafi a Váci úton, az Árpád út után, a város felé mérnek a Kagylós kútnál. Miért szólunk megint máshogy, Zsül? Valaki ráütött a pultra, vagy csináltál valamit? Ráaludtál a pultra? Belealudtál a pultba, és megnyomtál valami gombot. M1-es autópálya Budapest felé, 34-es, 33-os kilométer között két nagytestű fekete kutya bóklászik. Óvatosan menjen mindenki. Ezt Petike küldte nekünk. A 444 talált egy nagyon érdekes kis történetet, és erről akarok csak nyilván nem egy mondatot mondani, mert nem annyi lesz, hogy mi történik egy kis faluban, amit egyébként a Hír 24 is átszett, nem is ez a lényeg, nem sikerült megfejteni, hogy melyik faluról van szó, viszont lehoztak egy közleményt, hogy mit csinálnak akkor, ha a rendőrség, az adóhivatal, ha minden egyéb, vagy további hatóságok ellenőriznek a faluban, és ezt a presbiter kihirdette. A faluban, és ezt a 444 megtalálta. A cikk egyébként nagyon helyes, mert arról szól, hogy tisztelt lakosok. Szenzáció, hogy vissza a középkorban nagyon jó. Az elmúlt hónapok eseményei megtanítottak minket, hogy vissza kell nyúlnunk nagyszüleink eszközeihez, hogy megvédhessük magunkat. Mint azt a lakosság tapasztalta, a török-tatár időkre emlékeztető rendőrségi és egyéb hatósági prédálások zajlottak le a faluban. Súlyos pénzekre bírságolták a közlekedőket, bicikliseket, autósokat, traktorosokat. A Kossuth utcára értelmetlenül kitett 30 km/h táblánál lesben álló trafizó rendőrök, vagy a kisboltokat 20-30-50 ezer forintra büntető ilyen-olyan hatóságok. Ezért védekezésül új harangozási rendeletet vetettünk be. Figyelj, ezt imádom. Ez nagyon jó. Én ezt imádom. Fönn a toronyban a megfigyelő. Megfigyelő. Ahogy érkezik a kék autó, rendőrség két kongatás. NAV 5. Fölsorolták. Rendőrség 2. Rendőrség ellenőrzése során mind a három harangot félreverjük, majd a nagy harangot kongatjuk 5 percig az ellenőrzés alatt. A processzust fél óránként ismételjük minden óra negyedkor és 3/4 adóhivatali ellenőrzés. Óriási. Mind a három harangot félreverjük, majd a középső harangot kongatjuk ötbe. Hát én ezt imádom. Azt mondja, hogy fél óránként ismételjük az ellenőrzés alatt minden óra negyedkor és 3/4 minden egyéb hivatali ellenőrzéskor, munkaügy, ANT és stb. Mind a három harangot félreverjük. Várják, hitem, és a kicsit. Majd a kis harangot kongatjuk öt percig. Jaj, de jó. Nagyon hatóság jó. Együttes ellenőrzése esetén. 10 percig. Mind három harangot félreverjük. Félreverjük is az ellenőrzés alatt. Fél óránként ismételjük. Egyéb iránt az elhunyt szeretteinkért, valamint az istentiszteleti harangozási rendes módon nem változtatjuk. Jó, hát ez a... Oké. Nagy jó. Fia, óriási, és ezt kihirdették? Igen. Vagy ez e-mailben körben, ez a kisbíró kidobolta. Ez a presbiter hirdetmény szerint van, ez a kis közlemény, és írják egyébként, hogy kérjük a lakosságot, hogy az ellenőrzésekről ezen és ezen a telefonszámon értesítsenek minket, hogy haladéktalanul harangozhassunk. Nagyon nagy. Nagyon hát ez, nagy, ez annyira jó, hogy egyszer el kell ide menni, hát és meg kell hallgatni. A szituációt, hogy hát jabál a szomszédba egyik, vagy hívják delikvás, hogy Lajos, várjál, várjál, jön a NAV! Várjál! Ez nem is a NAV, a rendőrök! Megint jönnek, prédálnak! És akkor még írta a presbiter egy utolsó mondat, mindenki cselekedjen bölcsessége és belátása szerint. Oh, presbiter. Nagyon komoly. És igen, kihirdették. Pont. Figyelj, ilyen összetartó kis közösség, a legnagyobb kincs. Nekem ez nagyon tetszik. Kincs, védjük meg a falunkat, a lakosokat, harangjelzés. Mindenütt lehet írja hallani. Írja is a presbiter, tényleg, hogy a török tatár időkre emlékezett. A rendőr, akkor a török, ugye a tűzvész, a tatár. Igen, a tűzvész, a törökvész, ugye hát félreverték, így verték, úgy verték, a haranggal jeleztek, ugye, meg hát a jelzőtüzekkel, ugye, amik úgy meggyújtottad egy-egy falu, és akkor mindenki tovább gyújtotta, és tudták, hogy... Jön a NAV, hajtsátok haza az állatokat! Meneküljük a nádasba! Asszonyok, gyerekek, be a templomba! Zárjátok be az ajtót. Nagyon jó. Te tudod, hogy mi van, amikor tűz van, árvíz van, kettőször verik félre a harangot, többszörös harang félre, ezeket te ismered, vagy már elvárosiasodtál annyira, hogy... Nálunk, hogy van az, tényleg? Mert megismerem nagyjából, ha félreverik a harangot. Most ez nagyon teszik, de tényleg mi az elképzelésed a vidékről, Bali, most komolyan. Tehát, ne, elmondom, most én felteszem a kérdést, fontosabb. Azért ez egy régebbi sztori már, egy kicsit, mint a... Nem, arra gondolok, hogy én ezt elismerem.
bántóan városi vagyok, de tényleg, tehát sajnos nekem nem voltak vidéki nagymamáim, nem mentünk vidékre nyulat őrizni, vagy az, amit kell csinálni, azt vagy libát őrizni, vagy kecskét legeltetni, mi sajnos mindig városi nyaraltunk, de például te elmész vidékre a gyerekkorodban, és hallottad, hogy a Józsi veri a harangot, és félreveri, te megismered, hogy ez most egy félrevert harang, és ez most azt jelzi, hogy árvíz, tűz, kis harang, középső persze. harang, ezeket tűz, te így tudtad? Kis tűz, egy perces harangozás, nagy tűz, három perces, nagyon nagy tűzni, meg fölrántotta a harangozót a harangkötél. Nagyon nagy tűz, nagyon nagy füst, nagyon nagy láng. Igen, hogy volt, hogy amikor kis tűz volt és harangoztak, akkor számoltál 60-ig, és ha abbajt, akkor nem ment senki, mert ez kis tűz, ne indulják. Már is old, nem, akkor már is oltották. Persze, hát és minden mentetek, hiszen önkéntes tűzoltó egyletnek a tagjai voltak. Apád, a nagyapjától, itt a nagyapádnak a nagyapjától örökölt tűzoltós is akott a fejébe, csak aztán már rohadtak. Léhödörrel mentünk, és otthonról vittük a vizet nyilván, és minden vasárnap 10 órakor a kisbíró kidobolta az új hírt, mint a falu közepén. Csatárlánc volt a tótól. És így van. Tótól a tűzig egészen csatárlánc húzódott, és egymás kezéből adtátok a vödröt a másik kezéből. És az van mostanában, hogy birkabőrre fölírja a polgármester úr a verdiktet, és ezt körbeadjuk a faluba. De mivel nálunk a faluba csak minden ötödik házban van írástudó ember, ezért tudod, összejönnek és felolvassák egymásnak. Hát akkor jól képzeltem, hát, hogy... Nagyon, nagyon, hát és úgy van például, érted, hogy azt még mi mindig nem tudjuk ezt a 2015. január 21, hanem egy nagy marha lábszár csontba a falu jegyzője minden nap belekarcol egy rovátkát, négynél keresztbe húzza, hogy az az öt letelt a hétköznap. De ahhoz, tudjátok, hogy összeszámolják, hogy hét. Ahhoz, hogy azt összeszámolják, ahhoz is kell a deák. Ah, így van, az írástudó deák. Ő tanítja a falu lakosságát. Szóval ilyen romantikus dolgok nem voltak nálad, hogy ez így nem ment már gyerek? Akkor, hát azért ez már 30 éve volt. 30 éve még falun azért ott 40 volt. Az? 40 az lassan? Nem volt ilyen? Nem. Semmi? A harangozás az megvan, de az minden faluban megvan. Azt tudom, és én azt nagyon-nagyon szeretem. Elkedő, de elkedő. Hogy szól egy félrevert harang? Tessék, milyen? Ezt léci szájjal. Ez léci farpofával, lejátsz, de nekem fuvolán. Milyen a ritmusa egy hát félrevert harang? Nem dingong, hanem csak ding-ding-ding-ding-ding. Csak az egyik oldalt húzzák, ütik. Aha, tehát nem ez a szép egyenletes dingong, hanem csak az egyik oldala. Aki még nem élt ilyen nyilván, ha készülődnek, a mármi se. Ilyen, negyedkor, nézd már, és a tempója is más, ugye? Tehát egy gyorsabb, igen, gyorsabb, ugye? Tehát érzed, hogy itt valaki nagyon nagy bajban van. Gyorsabb, ja. És már például nálunk azért van csak víztorony, ami magasabb a falu templománál, hogy tudjuk figyelni a Békéssoba és a gyulai hordákat, amikor támadásba lendülnek. Tudod? Mert a vizet mi még mindig kútra hordjuk, meg a szabadkígyósi rabló csapatokat, a garázda, a prédázókat. Érted? És azért kellett, építettünk egy marhan egy víztornyot a falu közepére, de még mindenki kútból húzza a vizet, hogy oda fölmászol, azt látod, hogy jön az ellen. Ja. Porfelhő szabad kígyós felől, mindenki zárja be a kazát, kapát egyenesíteni! Nagyjából így képzeltem, tehát én annyira sajnálom, hogy nekem ez kimaradt egyébként. És akkor ott mit tudom, kimentetek 8-10 mezitláb egy ilyen marhalábszára drúgdosni, és akkor az volt az akadályverseny. Nem, mert a marhalábszár az nem gurult, tudod? Hát te tudod, de említettem, nem volt. De hogy nem disznó hólyagból fújtuk föl a labdát, és azzal jártunk ki, és az volt a tornacipünk, hogy apánk gumicsizmáját, ami már egy kicsit megrongyolódott, az boknál elvágtuk. És akkor mit tudom, van olyan, hogy mikor először megérkeztél a városba, és akkor mindenki elmondta, hogy vesztettél a szüzességet, az autós mozi, mit tudom én, busz megálló, én meg meséltem, a csűrben. Hát a Liska, te én. De jó, fűzni is tudott volna. A csűrben feküdtünk, amikor a Mariska. Hát, gyere, Ferikém, rárakok a farára neked egy kalapot, azt majdnem olyan, mint a Mariska. Hogyha? De egyébként én ezt nagyon sajnálom. Az úgy volt például, hogy a lányokat beküldtük fejni az istálóba, és ahogy lehajolt, akkor beszorítottuk a fejét a karámba. És akkor úgy sikerült. Hát én ezeket irigykedve kérdezem kicsit. Tehát amikor én olvastam a Tüskevár című regényt, vagy olvastam, nem tudom. Az előszóig. És leraktam, mert nagyon untam. Nem, nagyon szeretem Tüskevár téli regényt. Ezt tényleg nagyon kedveltem, nagyon jó hangulata van. Tehát úgy ott vagy. Télen is ott vagy, nyáron is ott vagy, hát amikor ők elmennek nyaralni és találkoznak először az öregek. De hogy nekem ez kimaradt. Tehát én Délegyházáig jutottam. Kihajtottuk a marhákat reggel a legelőre. Volt ilyen? Tényleg, hogy kihajtottad őket, és este, mint egy megveszőztek, mert elhagytál egyet? Persze, igen, és dinnyét loptam a szomszédtól, zsé voltam az árvácska. Dinnyét én is loptam, nem, dinnyét én is loptam, dinnyét mi is mentünk lopni. Amikor azt a kis hímzett ködmörödet odaadtad, annak a kis sánt a gyereknek. Ne, dinnyét mi is mentünk lopni, tehát mi jártunk át. Csak nektek messzebbre kellett menni, Ferinek csak a szomszédba.
Dunavarsányban nyaraltam, és ott voltak barátaink, illetve gimnazista osztálytársaim, Majosháza, Lacháza, és mi jártunk oda velük dinnyét lopni. Amikor úgy röhögsz, hogy viszed a dinnyét, és annyira röhögsz, hogy elejted a dinnyét. De közben menekülnöd kell, mert ugye hát őrizték a dinnyeföldeket. Tehát ilyen nekünk is volt. De ezek ebből kevés. Azt csak akkor fürödtünk mi is, amikor a juhokig itatásánál apám belelökött az itatóba. De akkor is csak nagy kabátban, mert ideg volt. És ezeket te jól kezeled? Tehát tudnál harangot félreverni, gémes kutat használni? Bármikor. Igen? Lábat mosni. Úgy verek, hogy... Mámint patakba. Gémes kutba. Hát ezek nem működnének még ezek. Nem, hogyha múltkor mutogattál fényképeket, tehát láttam, hogy kivittek a margiciket, egy 10 éves, amikor először kimoltál a margicinek, kaptál egy vattacukrot, elővetted a bicskádat, azt elkezdted. Nem, mi nem jártunk Budapestig, mert az nagyon, azt nagyon messze volt. Aztán kiállt a bicskába vágni a vattacukrot, a Ferike, tedd el, ne csinálsz, ahogy ilyen nem volt, hogy először főtépest és rácsodálkoztál? 8 éves volt, amikor édesapám bevitt május 1-én a gyulai húskombinátnak, mert ő ott dolgozott, akkor voltam először városba, és akkor már volt gázos lufi. Azt a mindenit. És nem értettük, hogy ez miért áll fölfelé. De durva. Az tényleg igaz az a történet, amit hallottam rólad, hogy amikor először kivettél itt egy albérletet, akkor tökre csodálkozott a tulaj, hogy kitoltad az ágyat a folyosóra, mert vittél magaddal a szénabálát aludni. Igen, és beállítottam egy marra egy tehenet is radiátornak. És amikor először megláttad a mozgó lépcsőt, volt, hogy elkezdtél ordibálni, hogy emberek, földrengés. Hát, sőt. Nem, azt mondta, hogy földrengés, azt mondta, hogy földindulás. Földindulás, emberek, földindulás. Persze, amikor végre először autóba ültem, akkor például csak éjszaka mertem elindulni, mert hogy merre van Budapest, a csillagokból láttam. Igen. De aztán rájöttél, hogy ez nem csillag, hanem közvilágítás. Az micsoda. Na, azt is, én sajnálom, hogy nekem ez kimaradt. Komolyan mondom. Mondhatjátok rá, hogy én a városi, ti a vidékiek, de jó élet ez. Én sajnálom, hogy nekem persze. Ez a... Persze, igen. Mi vidékiek tartsunk össze. De nem, a városi urat. De én ezt valahol, nekem nem volt egy nagymamám, akinek tudtam volna nyulat legelt. Semmi. Mindig. Nekem ez kimaradt. Én olyan kicsi... vagy, mint Rozsé. Ott elcsípne egy méhecske rögtön. Jaj, megszurizott. Igen, ezek a kis falusi gyerekek keményebbek. Minket városiak a sajátokolna. Hát ahogy rászállt és beleszúrta a fullánkot az ujjadba, akkor megpuszíltat közben, hogy jó van, te sorrekünk. És még megsírattam a méhecskét. Micsoda hagymát tettünk rá, félbevágtuk a vörös hagymát, rátettük, azt játszottunk tovább. De lepisültétek előtte ti is, nem? Hát hogy a fenében, de tényleg. Én városiként sírtam, mert megcsipett egy méhecske, akkor én puhány vagyok. Igen. Igen. Hát Ferit felökvelte a bika, azt mondta, hogy csak ennyit tudsz, köcsön. Hogy belelépnél a tehéntrágyába, kak is lett a cipőm, jaj! Az úgy ott van az úton, csak úgy ott van. Nem, nincs ott. Hát azzal frizbiztek a Ferit. Miután megszáradt. Frizbi, nem tudtuk, mi az annak hívtátok. Nem úgy hívtátok. Hát mi városiak összeszedjük magunk után, meg az állataink után. Na, csak úgy ott. Azt összeszeditek, menjél már végig a kerület, a hatodik kerület, meg a hetedik, meg a nyolcadik. Ott olyanok vannak, akik felköltöztek vidékről. Az persze, Ferék nem szedték össze náluk, az is közösség élve, mert mindig kimentek a kubikus gödörhöz fosni egyet, akkor mindig voltak ott 8-10-re ott ültek, de közben megbeszélték a falu ügyes bajos dolgait. Így is van, együtt, egy WC. Tényleg, hát Feri, mit szólna a pottyantós WC-hez? Ja, semmi nem merné bemenni. Hát elájulna. Pottyantós, gödörás budiba bemenni. Fölötte a kis szerkezet, ugye az sem biztos, hogy nem szakad le. Így van. Kapaszkodnál rendesen a deszkába. Nagyapának a hogy hívják, a rohamsisakjával, amire nyelet szereltetek, azzal mertétek ki. Minden júniusban, mert akkor már nem volt fagyott a föld. Így van, meg nagyon büdös is volt, meg akkor már jöttek meg rá. Kellett a káposzta alá. Igen, valaki, amikor először jött Pestre vonattal a nyugatiba, azt hitte, hogy Pest fedett. De jó. Igen. Meg a tehénlepényt meg nem dobáltuk el, mert azzal vakoltuk a házat. Meg tüzel. A tüzelésre is jó volt, persze. Azzal tüzeltetek? Persze. Az a lehetett üzenet? Igen, hát úgy jó, ki kell szárítani, és akkor meg elég az. De meg a vakolást azzal csinálta. Azt tudom. Az ügyesebbek, mint Feri, még cigit is sodortak belőle. Annak volt ütése. Az már anyag volt. Kukoricahéjból. Sajnálom, hogy ez volt az új kígyós kibecske. Hát igen. Lett volna egy vidéki unokatesó, tudod, akihez így nyáron le lehet menni, és akkor ott állatokkal vagy, játszol, kint vagy a szabadban, de más a városiként se rossz, csak tényleg más élmények érnek. Persze. Szerintem ez az együtt fiatalok járkálnak. Belelépnek a rozsdás vasvillába. Te tök más, minden. Persze. Figyelj, ez a fővárosi bóckodás és ilyen kiszabaduló szobák vannak most, és akkor van időd. Nálunk az volt, fogunk meg villanypásztort, megfogod, az első.
Nem üvöltesz, nem sírsz. Így nem. Van. Engem úgy hátba vágott, azt mondom, hogy hátulról megrúgtak, nagy rédén haveromnál voltam. Villanypásztorhoz hozzáértünk. Mondom, miért rúgtál meg, Tibi? Ennyi. De mi megvágod ennyire? Há, engem hol? Is vágott tudod, meg, mikor lovagoltam, de azért az... Tehát ez írdatlan nagyot volt. Üt. Teheneket, hát, hogy mennyi van benne. Aha. Hát ezben volt teheneket őrzött, tehát ott volt körbekerítve, hozzáért a hátam. Hát meg az úri bőrnyerek szigetelt, tudod, amint te ültél? Mi, amikor még szőrén ültük azaz... meg a lovat. Na, hát hogy azért arra befizetnék, amikor ti szőrén megültétek, a szőrén megültétek a lovat, azért azt megnézném. Meg láttalak, Feri, fölültettelek a lovamra. Azért te nem, hogy szőrén nem ültet meg a lovat, fordítva ültél a lovon. Azért szélesebb állatokhoz volt szomba. Náluk rendes lovak voltak, nem ilyen diszkóló. Náluk szántani kellett. Te a tehénen mentél. Na jó, ez a történet nagyon helyes, amit a D44 megtalált. Ez a harang félreveréssel, hát ez egy olyan romantikus, hogy olyan helyes történet, hogy ez nagyon-nagyon-nagyon-nagyon meg az analógia, ugye, hogy a navatatár. Igen, az is nagyon szép, igen, a közös ellenség, igen. Morning Show. Végeztek egy felmérést Németországban, és érdekes a dolog, mert hogy az autókat kutatták, és megnézték azt, hogy családi autó vásárlásakor kik mondják ki a döntő szót, és hogy mely autók néznek ki tisztában, melyik autók, vagy mely tulajdonosok autói ápoltabbak, tisztábbak. Kiderült egyébként, hogy a németeknél a vásárláskor a nők mondják ki a végső szót, főleg ha hát az árról van szó. Tehát leginkább egyébként ugye arról van szó, hogy a nők döntenek Németországban. Ja. És érintette a felmérés az autóvásárlás körét, kiderült, hogy a biztonság volt a legfontosabb szempont egyébként. A nők számára a dizájn, a szín és az autó belső kinézete is kiemelt fontosságú volt, idézi ezt egy tanulmány egyébként. És itt a tisztaságnál álljunk meg szerintem egy pillanatra, erről már beszéltünk a múlt héten, de említettük, hogy foglalkozunk vele. Hogy vajon az tényleg mitől függ, hogy a tulajdonos mit enged meg az autóban, és kinek mit szabad az autójában? Erre lennék kíváncsi, hogy ez egy nagy szentély sokaknak, és hát enni-inni nem lehet, van, ahol lehet enni, valahol a gyerek is matricákat ragaszthat, van, ahol a nő mondja meg, hogy nézzen ki az autó. Minden esetre a vásárolsz mindig hölgytulajdonostól veszed. Azt észrevettétek? Hát ezt, hogy ebben garázsban tartott, keveset dohányzó, nem dohányzó, keveset futott hölgytulajdonostól, ugye? Idős doktornő használta a kocsit. Igen. És akkor megvan mindenki örülve, mert akkor azt tuti. Hát nem tuti egyébként egyáltalán, ugye? Tehát abszolút az még, hogy valaki odaírja, hogy női tulajdonos, az még nem biztos. De az érdekes, hogy én először sőt, arra gondoltam... Sőt, tehát az esetek 90%-ában valószínűleg igen, nem. Nincs annyi idős doktornő, amennyi ilyen használta utóban. Én először arra gondoltam, hogy az a habitus, amit mondjuk otthon képviselsz a lakásodban, az megjelenik az autóban is. Aztán megnéztem a lakásunkat és az autót, és rájöttem, hogy ez egyáltalán nem így van, mert akkor nem lehetne belépni a lakásba a szeméttől. Az én kocsim, én bevallom őszintén, hogy én egy nagyon slendrián, nagyon trehány ember vagyok, fél éve nem volt lemosatva, az első ülés, ugye én nekem két ülés, és az autóm az első ülés előtt egy ilyen halom van, ami mindenféle papírok, üdítős doboz, szendvicses, akármicsoda, oda le van dobva. Na most otthon meg nem így élünk. Tehát akkor miért engedem meg magamnak itt a kocsiban? Amit otthon nem. Na? Hát talán pont ezért. Mert hogy itt kiereszteted a gőzt. Érted? Beszállsz a kocsiba, és onnantól kezdve érted. Nincs ott a gazdám. Kirugod a házoldalát, nincs ott a gazdám. Igen, nincs ott a te kis gazdád, aki megmondja, hogy merre meddig hány méter, és aztán azt csinálsz, amit akarsz. Érted? Az maga a szabadság hona. Érted? Hogy szét lehet az dobálni, az igazi demokrácia. Bármi. Igen. Tehát vannak a koszos autósok mi, ugye? És vannak a tisztán az autójukat tisztán tartó autósok, szerintem az inkább Janiék. És hát a kettő rendben. Az... Nátok rendben is fegyelem. Én megmondom, hogy szerintem rosszul vagyok attól, hogy ha beszállok egy autóba, és azt érzem, hogy a tulajdonost egyébként zavarja, hogy például milyen cipőbe szálltam be. Eljött már az és is megnézi, zavarja, hogy beszálltál hát, egy picit. Le lehet ezt védeni. Tudok ettől őrülni, vagy... Pár oldalnyi hirdetési újságban ezt meg lehet oldani, mi például ezt csináljuk. Ne. De. Hát elég sokat járunk ki így, a város környékére, olyan helyekre, ahol sár van, kosz van, mocsok van, gané van. Hát ez neked felé ismerős kell, hogy ne jelölj! A világon, a legyen javasztó! Éj, ne csak bele, te paraszt! Na, és... ez
És megmondom őszintén, hogy én már untam azt, hogy állandóan porszívózni minden egyes út után a gyerek alatt ki kell porszívózni, mert ott van alatt a 3,5 kiló sár, úgyhogy bedobtam oda egy pár hirdetési újságot, azt taposan azon, érted, én nem fogok foglalkozni ezzel a kárpittal, ennyit, mert már belőle. De az autóban érted tulajdonképpen, nem? Tehát mi azok vagyunk, akik azt képviseljük, hogy az autóban érted. Nekem van egy barátom, akinek enni lehet az autójából konkrétan, és látom rajta, hogy megeszi a pipa, amikor én úgy szállok be, hogy nekem kicsit sáros a cipőm. De nem az, hogy nem az, hogy tudod, az én kicsit sáros a cipőm, az nem azt jelenti, hogy egy fél kilós tömbecsik, ahogy belép. Azt látom, hogy mozgolódik, nézi, már várja, hogy kiszálljak, megy, porolja a szőnyeget, és mondom, mit csinálsz? Hát, de hogy... nincs igaza? Tessék? De nincs igaza? Nincs. Hát nyilván mindenki úgy tartja az autóját, hogy akarja, de nem arról van szó, hogy az autót használod, és utána majd kitakarítod, akit lever a víz, hogy mit tudom én. Most nem azért mondom, de én utaztam ezzel az emberrel, akire te gondolsz, és az az ember kis dobozokban viszi magával az ételt, és úgy fogyasztja el, hogy maga mellé teszi, és nem ez a trehány, nem törődöm, kicsit, én azt gondolom, hogy a saját autóját, a saját tulajdonát nem becsülő módon áll az autóhoz, mint te. Tehát, hogy az tényleg olyan, mint hogyha, tehát, hogy nem az a kamu hirdetés, hogy megkímélt állapotban, szervizből elhozott, újszerű, akármi. Nála tényleg olyan az autó, hogy beszállsz, és azt érzed, hogy most leszedve róla az utolsó centi fólia. De olyan például, hogyha leül egy nő az anyósülésre, akkor összeszedeti vele a hajszálakat, mikor kiszáll. Itt van ez a varázsenged, légy szíves, csináld. Szerintem ez nem jó. Tehát az autó azért van, hogy használd, nem? Persze nyilván nem kell benne megenni egy fél disznót. De igen, de... szerintem a fél disznó mindig jó, van nála. Az a baj, hogy a saját magad rabjává válsz. Tehát beül melléd valaki, és azt látod, hogy így nézelődik át, hogy na most akkor mi van, úristen, elállította az ülést. Tehát van, aki ennyire beteg. Az én egyik haverom, régen 10 évvel ezelőtt, azóta már nem beszélünk, de nem emiatt, ha beültél mellé, akkor tetted be a lábad, és azt mondja, áj! És egy nylon zacskót leterített eléd, és volt olyan, akinek nagyon sáros volt a cipője, rá kellett húzni a nylon zacskót. Nem, hiszem, hogy nem. Az nekem nagyon tetszik, ez nagyon szimpatikus. Hogyha annyira fölcsapott a sártot, hogy az oldala is az volt, ami hozzá érhetett volna a kárpithoz. Akkor nylon. Két nylon zacskó, és azt húz rá a lábam. Jézus Isten. Jó, ez nagyon jó. Mik a szabályok? Tessék, kinél lehet enni-inni az autóban? Nálam. Enni-inni? Szigorúan tilos? Hát, hogy attól függ, hogy mit? Egyrészt mit, másrészt pedig, hogy milyen körülmények között, és mit raksz alá, mert rakni kell alá mindenképpen valamit, hogy azért nem orzsáljunk. Én például rohadtul utálom, hogy két ülés, ha mondjuk itt a középső konzol és az ülés közé becsúszik valami. Én attól megőrülök. A következő benzinkútnál biztos, hogy megpróbálom valamivel kiszedni onnan, vagy csipesszel, vagy bármi mással. De miért ne csúszhatna? De onnan nincs annál jobb, mint onnan kivenni a sült krumplit. Tehát becsúszik a sebváltóhoz, vagy becsúszik a kézifékhez, kezedben a majonéz, fogod valahogy, és közben még próbálod egy hónapos sült krumplit kihúzni. Amúgy a gyerek rá akart harapni egy sült krumplit, mondtam, hogy Benni, talán nem biztos, hogy nincs benne romlandó, de az ne edd meg. Vannak olyan ételek, amiknek jót tesz, hogyha még egy kicsit állnak, meg érnek. Na, ezeket meg lehet találni a te kocsitban, így egy-két hét után. Figyelj, nálam valami, nem tudom, valahol beragadnánk az M7-esen, egy hétig még tudnánk abból élni, amit az ülés alatt találunk, az biztos. Mi ez? Pusztai. Most már az, de amikor megvettük, még trapista volt. Nem, szóval, hogy érted, hogy tiszteld meg annyira az autót, meg szép autód van, hanem jó nem is, de hogyha szép autód van, akkor tiszteld meg, mert gyönyörű belülről. Én látom, de ha túl tiszteled, látom, akkor nem az lesz, hogy az autó, te vagy az autóért. Tehát szállj be úgy, ahogy kényelmes. Ha akarsz, egyél ott. Ha ezeket nem teszed meg, akkor az autó uralkodik feletted. Tehát akkor az van, amit ő diktál. Jó, de mi lenne kényelmes banánhéjokon ülni? Honnan tudod a banánhéjokon ülni? Ültél nálam néhányszor. Nyáron a dugóban megállsz, és eszedbe jut, hogy tavaly térről egy fél üveg ásványvíz még ott van az ülésed alatt. Tudod, hogy szoktam, örülni a tenisz után, amikor hogy megállok, nyomok egy féket, és kigurul, kinyitom, megszagolom, csak víz, Szabias nem vagyok. Lehet baja, tudod? 3 hónapos ásványvizet találok közül, tudod mekkora öröm? Hát te nálam találtál banánhéjat. Hát ott van minden egyébként. Tehát, hogy az biztos, hogy ebbe igaz, hogy ha hátra nyúlsz, hogy vakon, becsukott szemmel Balázs autójának a hátsó traktusába, és benyúlsz így az ülésről, biztos, hogy kihúzol onnan valamit. Cserikok, nem is tudtam, hogy még át. Igen, de tényleg, én egy régi 3 darab 7-up-os dobozt találtam most. És 4 éve hagyták abba a forgalmazását. Ez még csak a belső tér. Most jön a hátulja a kocsinak, ahol. Ja,
jó. Mindenféleképpen van váltás ruha, tehát amit bedobtál, hogyha sportolni jársz, ott van. Akkor egy kicsit egy 4-5 napja ott megragad kis edzőpóló, vagy ezért kis futógatja. Az még ott van, hát bármikor rá. Te mész teniszezni? Agassi nincs... kollekció, ezt még gyártják. Olyan tudom. Nincs, hogy nincs nálad teniszcucc. Ott minden van. Ugye? Ott minden van. Nálam ha, tényleg minden van. Tehát két farmer, amit átettem edzőcucba, mentem haza, egy bakancs, ott van hátul, bedobva, edzőcipő, minden. Tehát, hogy én az autómban élek konkrétan. 100 év múlva megtalálnám mondjuk egy archeológus a mi autónkat, meg Balázsét. Balázsinak örülne jobban, mert ez egy teljes lenyomata lenne egy 21. századi család életében. Hányszor takarítod? Minden héten kitakarítjátok? Minden héten az a prógi, hogy elmentek, mit tudom én, tetyóba, és utána autótakarítás. Nem fejeztem be a mondatot. Mit csinálunk apuka vasárnap? Autót takarítunk, tetyóba megyünk. Nem minden héten, minden héten ötször. Ja? Nagy nyomásúval fellazítom. Aha. Letakarítom. Nyomod ezeket az 50-eseket? Igen, mert nem hiszek nagyon, és utána beállunk még a gépibe. Utána pedig átállunk a porszívózóval, ott letörlöm, és kiporszívozom. De van, amikor otthon is kiporszívozom, még a porszívozás után, mert nem hiszek ezekben a benzinkúti porszívókban. Mennyivel megy most a porszívók? Utoljára porszívoztam 10 forint volt. 50-essel megy? 50-essel megy, de nem szeretem, mert sajnos alkalmatlan a minőségi, illetve a mikroszennyeződések eltávolítása. Atya, úristen! De akkor te kézi mosóban nem ismered beadni, vagy nem is akarod beadni, mert biztos, hogy nem végeznek jó munkát. Szoktunk, ahova járunk, ez Balázs ajánlotta ezt a helyet, ahova tényleg ilyen, mitől fél évente egyszer beesünk, amikor már tényleg az van, hogy olyan precíziós takarítási módszerek, illetve gépek kellenek, amikkel én nem rendelkezem otthon, akkor elviszük, de egyébként én abban bízom, hogy azt mi megcsináljuk. És akkor ott állsz a kis melegítődben, kis dekoltásban, kövős dekoltásban. Az nem veszek föl. nem csak kérdezem, habzik az autó a házatok előtt, és akkor ez a klasszik, mit csinál szomszéd, masabb az autó, szép garázs, tiszta ház, szép autó. Felveszem a régi tűzapapucsomat, az MTK VMS melegítőmet, apámtól örökölt hálóstrikómat, viszem a két kazettás magnót, berakom a Hungária kazettát, aztán viszem a kis vödrödet. Így van, otthoni habbal. Akkor van a koszos szivacs, tiszta szivacs, ugye régen ezt így kellett nekem apám kocsiját lemosni. A koszos szivacs, tiszta szivacs, ugye? A vége a szarvasbőr. A szarvasbőrrel kell áttörölgetni. Nem tudom, melyik a jobb. Mitre hányok koszosak tartsunk inkább össze, nekem vagy a Jani, aki szépen tisztán tartja az autót, megbecsüli, és nyilván ez a vonal, ez jobb, de valahogy mégse annyira szabad, mint a miénk. Nem? Ez igaz. Tehát a miénkben van egyfajta szabadságfelfogás. Nátok is lehet a gyerek. Viszont annak a börtönnek a vaníliás műszerfal tisztító kendő illata van, nem pedig banán. Ez igaz. Nálam is van vanília, csak egy fél éves vaníliaség felkem a gyerekülésre. Sokat tesz tényleg lenni. 3 órát mész a gyerekkel, és nem ehet, nem ihat. Mi? Megállsz? Hát milyen szülő vagy? Lehúzódsz, hogyha az van. Most egy 4 éves gyereknek magyaráz már meg, hogy nem fiam, nem eheted meg a túrós buktát. Mi vagyunk kevesebben szerintem. Tehát a legtöbb pasinak az autója az egy szentség. Tehát nekem az összes barátom tényleg úgy tartja az autóját, hogy kitakarítva, kiporszízva, a gyerek nem ehet, a gyerek meg se közelítheti. Viszont ott nem kamu, amikor csak beleülhet. Az autód nem kamu az, hogy megkímélt állapotban, érted? Nálam a kitűnő a kamu. Náluk igaz a megkímélt. Igen, a csecsenföldi háborúhoz képest megkímélt állapotban lévő. És a csajautó, ha esetleg van a nőnek is autó, vagy mondjuk női autó. Figyelj, ez nem feltétlenül jelenti szerintem azt, hogy az rendben is van tartva. Hát hogy nekünk, amikor annak idején a Szép Emlők és a nagyon jó kis jazzünket megvettük, akkor ott az volt a hirdetésnek a szövegében, hogy ez egy megkímélt, mert egy idős hölgyé volt, és akkor beszéltünk róla a telefon, és mondták, hogy hát csak az unokákat hordta vele egyébként iskolába. Na most hát ennek következtében, hogy a 1,5 kiló jó minőségű tejcsokoládét távolítottuk el az autónak a plafonjáról. Mert hagyj játszon a gyerek. Hát jól érezte magát. Hát csak az unokákat hordta. Egy kicsit szétkentem. Na, drága hallgatunk, írjátok meg nekünk, hogy milyen háború van abból, hogy koszos a kocsi vagy tiszta. Ki tartja tisztán, kinél mik a szabályok. Ez egyébként sokkal a háztartásban konfliktus forrás, hogy a nő engedni a gyereket enni legalább egy hamburgert, az apa kirakja a gyereket a parkolóba, és addig nem szállhat be, amíg meg nem ette. Veszekedés van belőle, mert anya mást akar, mint apa. Ugye autóban viszont egy van, és hát apának az egy szentség, anya viszont lehet, hogy mondjuk sminkel benne, vagy hagyná, hogy a gyerek egyen. És ebből elég sok veszekedés van. És azt is van. Írjátok meg, hogy kitől vennétek autót? Az, Balástól vagy tőle? Hát, azt inkább tőle. Azt inkább. Ezt meséltem, amikor Egeret találtam a kocsimban. Tehát ez megvan, igen. Azért az... Azon még én is meglepődtem, kigráncoltam a szemöldököm. A szerelő így kihúzott egy ilyen Egeret így a fülébe. Hát na, jó, neked még nem volt Eger a kocsidba. És nem lehetett tudni, hogy mire mondod, jött. Nem. Hogy nem. A szénára, szalmára, mert fészket akart rakni, vagy a sajdarabokra. Vagy ott lakott már egy éve, igen. Jó? Morning Show. A Klassz FM-en.
3:48 lesz pontosan 6 perc múlva. Szép reggelt kívánunk mindenkinek. Az autóról, az autó tisztántartásáról és az autó szentségéről beszélgettünk a hírek előtt, és ha teljesen más álláspontot képviselünk, általában mint mindig és minden témában, van valaki, aki újságpapír tesz a lánya lába alá, ha beszáll az autóba sáros lábbal, és hát vagyunk mi szerintem az erő jó oldalán, akik tulajdonképpen szörnyű állapotok között élnek az autójukban, de ha beszorulnak valahova, hogy történik valami komoly baleset, egy hétig még vidáman táplálkoznak simán belőle, ha esetleg az ősz átmegy télbe, fölöltöznek az autóból, ha tavaszba megyünk át, mert akkor a dugó le is tudunk vetkőzni, és ott tudjuk hagyni a cuccot. Szóval igen, itt nincs középút, vagy tisztán tartod, és mindened az autó, és hetente takarítod, és olyan vagy, mint Jani, vagy a trehány, ha három havonta egyszer mosatod, és felsírnak a mosóba, ha meglátnak. Hogy úristen, megint ő. Nem? Nem, nekem már örülnek, mert az egy kihívás. Tudod, hogy meg tudja egy csinálni. Az autó mosós. Igen, és nem kell attól félned, hogyha esetleg otthon hagyod a pénztárcádat, vagy a bankkártyádat, hogy nem fogod tudni kifizetni az autómosást, mert egyébként, ahogy például nem is tudom valamelyik nap, ugye talán pont Feri volt az, aki ezt így vázolta, hogy elvitte mosatni az autót, azt 8000 forintot még összegerebéztek belőle a mosóba. Bizony. Az ott a hullott aprókból. Adja, de milyen rendesek. Ott van benne a lóvé, ha kitakarítottátok. Hát lehet, hogy 12 volt. Mi az, amit nem lehet? Mert Janinál sok minden nem lehet érthetően. Tehát, hogy itt valaki írja, hogy azért egyszer beülne egy, nem tudom, egy ropogós sajtos rudacskával, azért az tér leverne a víz. Tudod, hogy hullik. Látod szét, hogy megy egy kis pogácsa darabok, hogy mindenfelé, tudod, hogy ráharapsz és roppan a szádba. Jönnek rá a hangyák. Én azonnal rám, hogy adjál nekem is, tudod, és úgy csapnék bele a papírba, hogy mindenhol, minden sajtos meg. Van olyan, amit nem lehet dohányozni. Nálam. Nálam semmi, minden lehet. Hát a családi autóban nyilván nem dohányzol, de... Hát a gyerekeknél persze, ott vannak. Nálam is mindent lehet. Tök alap a dohányzás az óne, semmi. Tehát, hogy tartsák már tiszteletben. Jó, de te nem dohányzol. Most nyilván egy nem dohányzónál abszolút. Na jó, de időnként viszik olyanokat, akik dohányoznak. Nálunk csak egy szabály van, a Bennit mindig megkérem, hogy csak akkor dobhatja előre a banánhéjat, ha már nincs benne banán, mert úgy nem nehéz. Tehát ha még marad benne egy banán, úgy ne vágja hozzá. Igen, 130 fölött se. Nem dobjuk apához a banánt, de egyébként is úgy dobjuk tisztességesen, hogy már nincs benne banán. Tehát apa nem akar egy repülő banántól meghalni. Szerintem ez tök alap. Ugye, hogy korrekt? Az abszolút. Mint hogy a dohányzás. Mert mondom én például, amikor visszük például a virágnak az osztálytársát, én mindig megkérem őket, hogy gyerekek, itt ne gyújtsatok rá. Van egy hallgató. Halló, jó reggelt! Halló! Jó reggelt! Hello, szia! Hello! Marci, na, neked van egy férjed, aki autótisztán tartó, vagy autótisztító, ugye? Igen. Na, igen. Ő mit csinál, vagy ott nála mit nem lehet? Ő a notórius tisztító, tehát őt úgy jellemezném, hogy többet simogatja az autóját, mint a feleségét. Ó! Oh. Hát, igen, tehát ő nem viszi a gyerekeket sehova. Ilyen nincs, azt felejt el. Nem ülhetnek be a gyerekek? Nem ülhetnek, ne. De ha esetleg én dolgozom, és ő neki nagyon-nagyon muszáj vinni őket, akkor utána mindjárt egyből porszívó, és nem, hát szintén, mint a Jani, hogy leterítem én is a reklámújságokat, hogy nehogy véletlenül a lábnyom meglátszódjon, akkor rám szól. Most takarítottam ki az autót, tehát mielőtt beülsz az autóba, leteszel a kis seggedet, és a lábadat összevered, hogyha esetleg valami kis kosz van a cipőt talpán, az még odakint hát ez egy szörnyű rabság, hát ő van az autóért, nem az autóért, tehát ez egy rabság, hát mindenre odafigyelni, hát az kell, hogy az autó téged kiszolgáljon, hogy szeress beleülni, hát egyél, így áll, aztán majd valaki valahol, valamikor kitakarítja. Szerencsére én is rendelkezem autóval, úgyhogy abban ja, igen. Jó, pont ezt akartam kérdezni, hogy is, amikor vidékre mentek mondjuk üdülni, vagy valami kicsit pihenni, akkor ő lemegy autóval a gyerekeknek, megvesz egy vonatjegyet. Hát egyszer külön. Figyelj, és nem is ehetnek, nem is ihat, tehát semmit nem lehet csinálni. Nem. Aha. Mekkorák a gyerekek? A lányom 12, a fiam pedig 6. És akkor éhesek valahol, megálltok, kiszállás, autó, evés, igen, parkolóban. Igen, hosszútra megyünk, szendvicset csomagolók, akkor megállunk ilyen kis országúti parkolóba, és akkor oda kiülünk, ott lehet enni, ott lehet inni. Úgyhogy semmi. Evés után váltócipő le, autóba be. Istenem, én egyszer hogy beülnék a férjethez, fognék egy hatalmas adag sajtburgert, tudom, hogy jön a ketchup, mártogatnám a majonézbe a krumplit, hirtelen az úgy leesne, kidőlne a kóla a kezé, szerintem én egy perc alatt kiborítanám, vagy ha ülne be az én autóba. Ó, hát ő nem ül az enyémbe. Nem ül be? Tényleg? Nem. De miért nem takarítja ki a tiédet is? Ő szokta takarítani az enyémet is, ugye, és akkor nem szeretném, hogy még egyszer ilyen állapotban lenne. Nem, hát nem lesz.
Most ennyi, én vásároltam meg a fenyőfát, a tüskéi még mindig ott vannak az ülésbe. Hát, nekem mondod, ne, egy hetet takarítottam meg a kocsit, és nem tettek rá bogárvédőt, mert azt mondta a srác, hogy januárban nem kell, mondod, jó, csak nyáron volt utoljára lemosatva, úgyhogy kicsit bánt a dolog, hogy nem kérdeztétek meg, hogy kell a bogárvédőt, és szintén a tüskék ott voltak a csomagtartóban. De ez nagyon kemény, és otthon is ilyen vagy, otthon is ennyire tisztaságbániás? Igen. De ez egy komoly betegség lehet ám, nem? Tehát amikor tényleg szedegeted a hajszálakat kényszeresen a padlószőnyegről. Ne is mondd, tehát igazából most vettük meg a gőztisztítót, meg a mindent. Hogy... Na, ráadásul én technikai őrült is. Ráadásul termékbemutatókra is jár, és le is húzták, jó? Úgyhogy a legjobb. Mondtam neki, hogy mi ezért fogunk elválni igazából, mert én ezt nem. Egyébként valódi konfliktusokra adhat ez okot, igen. Marci, köszi, hogy elmondtad, kitartás neked. Én is köszönöm. Ciao. Hello. Na nézzük az SMS-eket, mit írnak a hallgatóink. A sogoroméknál még pukic is lehet, mert átveszi a kárpit a szagot. Hát figyelj, ez is egy szempont. Aztán mikor eladod, akkor... Nálunk az a szabály, csak mindig úgy lehet, hogy bevallja. Nincs egymásra mutogatás. Tehát nincs az, hogy itt just akkor kire mutat, hogy mutat, kezed föl, megyünk tovább. Tehát semmi ilyen. Na jó, csak mi van akkor a sogoréknál, hogyha valaki olyan ül az autóba, aki még ezt nem tudja, akkor azt hogy közlik vele? Tudod? Tehát, hogy azért is kell vezetni, aki... csak semmi fingás. Nekem a kocsin szent és érthetetlen, amikor újdonsült barátnőm önkéntesen bekapcsolta a fűtést és állítgatta a fújókák irányát, na ott elpattant egy ér az agyamban, hajszál hiány szakítás lett belőle, de sikerült feldolgoznom, és azóta is együtt vagyunk, csak letisztáztuk a szabályokat. Nincs. Hát de könyörgöm, az csak magára állította, hogy a meleg oda jöjjön. Hát fázott szerencsétlen lány. Most, az, igen, nem nyúlhatsz hozzá. Tényleg nem van nyúl. Olyan, aki ezt a kis lamellás szerkezetet, amivel szabályozott, hogy mennyire jön, meg hova jön, azt ha megfogja, akkor ki akarod rúgni? Komoly, nem? Komoly. Az ideggörcs kerülget, amikor a heti autótakarításkor egy komplet svédasztal maradékát kell kipakolnom az anyósülés melletti zsebből, a párom turórudis papírjaitól kezdve a műanyag flakonokig mindent. Attila írta ezt nekünk. Hát akárcsak, mintha Balázséról mintázta volna. Mert hát te néha beülsz hozzám, igen. Hát, de ezt most nagyon komolyan mondom. Tehát amikor beülök hozzá, általában, amikor kiszállok, akkor viszek magammal két marok ilyen mindenféle papírt, hogy egy kis helyet csináljak neki a saját autójában, hogy tudja megint hova rakni majd a következő papír kontingens. Illetve 3 percig pakolsz, hogy be tudjál ülni, mert minden ott van az anyósülésen. Igen, ez még fontos? Ez nem? Ezt még akartod? Igen, ezt kidobhatom? Ez nem? Ja, jó, oké. Okay. Nem, az a szabály, hogy minden, ami már nem fontos, lent van az anyósülés előtt a földön, ennyi. Az a szemetes. Mm-hmm. Tehát az anyós előtt rész lent a földön, az a szemetes, és ha még az ülésem van, azt hátra kell dobni. Ennyi. Tehát vagy hátra, vagy le a szemetes. Nagy szívfájdalom, hogy elmúltak már azok az idők, hogy elég régóta ismerjük egyást, amikor még betétdíjasak voltak az üvegek, akkor még meg is értem beszállni mellé. Igen. Az én bátyám fogkefével takarítja a kocsi pedáljait. Gyerekek, ezt Betty küldte nekünk. Szóval azért ez is elég komoly. Mondjuk, hogy tényleg ott a gumirovátkák között megragad a rohadt idegesítő. Tényleg, és akkor megcsúszik rajta a lábad, vagy mi? Jani, nem tudom, milyen autód van, de megvenném. Írja. Jó járnád. Az én főnököm lábzacskóval szállt be minden nap az autójába. Krisz. Lábzacsi. Ne, gyerekek, ez annyira proli, hogy ez szörnyű. Hát vagy nagyon precíz, vagy pedig... Nem mondd már, hogy precíz, hát ez nem, lábzacskóval. Hát vagy pedig sorozatgyilkos. De ez mindjárt, hogy otthon felveszed, lemész a garázsba, vagy lemész a lépcsőházba, és kinn az utcán felveszed a lábzacskót, és úgy ülsz be a kocsidba? Nem veheted föl, hát akkor a lábzacskóra ragadkozt bevinnéd a kocsiba. Akkor beülsz a kocsiba. Berakod a fenekedet, a lábad még kint van. Ne. Előveszed a lábzacskót, fölhúzod, és úgy teszed be a lábad. Ilyen ember nincs, ő UFO. De van. Földön kívüli. Nem lehet. És adsz lábzacskót annak, aki beszállsz, szintén, ahogy te mondod? Igen. Én csak össze szoktam verni. De ki, aki beszáll, azt? Mit? Ne, amikor beszállok az autóba, akkor mindig egy picit így ki, úgy szállok be, ahogy te mondtad, hogy egy seggel befelel. Jaj, ne legyél már ennyire. Velem. Jézusom. Ez mondjuk de. Az enyémben sose csináltad, Jézus, amikor vitteleg. Jézus, leszállom te autód. Ja, az is igaz. De, hogy is. Beülsz a kocsitba az anyósülés, és összevered a lábad. Igen. Jézus Mária. Nem, én. De ha Jézus Mária szállna be, neki is összekéne verni. De ha nincs sár, nincs eső, akkor is azért, ha valami kosz beleragad, kicsit vered a lábad. Összeszoktam. Porocska, hát el. Figyelj, hogy hívják? Nem, én nem akarok egy ilyen világban élni, ahol emberek úgy szállnak be az autó, hogy összeverik a lábukat. Fél évvel ezelőtt csináltattunk mérethelyes, márkalógós szőnyeget az autóban, nem fogjuk érteni.
De azért van a szőnyeg, hogy rátedd a lábad, csak ezt mondjuk kimosod. Olyan a szőnyeg van, érted? Fekete alapon piros hábet, annyira jól néz. De nem lehet úgy élni, hogy szép a szőnyeg, azért nem teszem lábam, akkor vegyél egy gumiszőnyeget. Van olyan télen gumiszőnyeg, és nyáron kiveszed a gumiszőnyeget, és szőnyegként használod. Ha megheggeszek a küszöbre sárkaparót. Nem, ezt mondjuk sokan csinálják, hogy télen bedobnak egy gumiszőnyeget előre, nem lesz koszos a szőnyeg, kiveszik a szőnyeget, jön a tavasz, kiveszi a gumiszőnyeget, és visszadobja a szőnyeget. Miért és akkor nem fóliázod le a szőnyeget? Persze, tényleg. És lehet, hogy a gumiszőnyeg védőszőnyeg, védőszőnyeg. Pérez, nátok az ülésen még rajta van a fólia? Nincs, és sajnos használtam, mert ezt egy picit sajnálom. Egyébként szerintem rajta lenne. Nem? Tehát szerintem egyébként ti nem vennétek le a fóliát. Úgy ülnétek. Úristen, ez nagyon kemény. Tényleg nagyon-nagyon mások vagyunk, igen. Van ilyen cuccom. Otthon. Ne, például egy ilyen, de hogy nem, egy, hogy hívják, például egy ilyen média lejátszó otthon. Arról nem szedtem le erről még a fóliát. Aha. Ne karcolodjon már össze olyan mutatós. Nem, én ezt tudom, és a távirányítótokon is van, tudom, de ne. Én egyszer elmegyek hozzád, ha nem tudom, ha meghívsz, hanem elmegyek, mindenhonnan leszedem a fóliát. Ahol fóliát találok, mire elmész Budira vissza, és semmi nem lesz fólia, és ki fogsz készülni. Csak mondom, hogyha lesz Magyarországon egyszer Sony múzeum, és szükségük van így a teljes palettára a konzoljátékaiból, akkor nálam megtalálják bedobozolva. Igen. A főnököm autójában sötét farmerban nem lehet beülni, vagy törölközőt kell raknod magad alá. Ági küldte ezt nekünk, mert hogy a sötét farmer mondjuk a világos belúdbört, azt megfogja, de egyébként kijön belőle, ha ápolod rendesen. Bali, mintha az én autómat látnám, mikor mesélsz a tiédről, ezt Karesz küldte nekünk. Van egy hallgatónk még itt a vonalban. Halló, jó reggelt! Halló, itt vagyok, sziasztok! Hello! Marci, te autókereskedésben dolgozol? Igen, én autókereskedésben dolgozom, és rendszeresen hoznak be hozzánk felkínálva eladásra autókat. És egyébként ez a legmegdöbbentőbb, hogy 10-ből körülbelül egy az, amelyik annyira, nem is az, hogy tiszta, de mondjuk látszik rajta, hogy az éjszaknak megfelelően piszkos mondjuk így télen. De sajnos 10-ből 9 olyan állapotban kerül be hozzánk, és úgy akarják nekünk átadni vagy eladni, hogy minél jobb árat tudjunk rá, hogy gyakorlatilag beülni nem akar az ember. Itt azért találkozunk elég megdöbbentő dolgokkal, mint például az ételmaradék. Ugye ez egy elég általános, most már nem is lepődünk meg rajta, de a mandarinhéj az utastérben, és stb. Berohadt szendvicsek a keszitartóban, csomagtartóban. Igen, egyelőre még csak a szemöldököbet se ráncolom. Tehát semmi. A mandarinhéj az konkrétan nálunk annyira alap, hogy beülsz a kocsiba, és... Mert az illatozik, tudod? Tehát, hogy ez a tetten nem a Balázs már egy keresztúzott durvábbakat húz be. Én ott kezdem ráncolni a szemöldököbe, egy félig felbontott sertésmájkrémet találok valamikor májusban. Hát mondom, hogy ezt hogy? Ha nagyon régi. Tehát ott úgy már kezdem ráncolni, de egy mandarinhéj, hát az konkrétan nálunk esztétikai öröm lenne. A mandarinhéj az csak a vége. Találkoztunk olyan véres papír zsebkendők, ez egy kicsit durva talán. Aha, megütötte az orrát. De azok igen egyébként lehetséges. A legmegdöbbentőbb egyébként a drágább kategóriás autók, mert valahogy azoknak a tulajai nem annyira tartják őket tisztán. Találkoztunk olyan presztízs márkát tulajdonó autó vezetővel, akinek a csomagtartójában volt az egy éves szennyese. Kiszállt öltöny, mivel maga az utastérrel nem voltak komolyabb gondok elől, hátul már lehetett látni rajta, hogy azért nem lesz egyszerű, és a csomagtérben volt a szennyes. Hát a Balázsnál is, hogy bányászat engedélyt kell kérni ahhoz, hogy új tárnát nyithassál a csomagtartóban, mert hogy olyan mennyiségben felhalmozott már benne. Gyakorlatilag egy Balázs ruhaboltot lehetne nyitni. A kedvenc fehér konverzemnek a felét találtam most meg a csomagtartóban, és annyira megörültem neki, mert egy fél éve a cipőszekrényben ott van a másik fel, és olyan szomorú voltam, hogy eltűnt, és ki kell pakolni a kocsimat a téli gumi, nyári gumi történetén egy hónapja, és mondom, hát nézd! Azt hittem a másik felét az egére. Hol megtaláltam? Úgy örülök, de jó, hogy megvan. Hát kérdezem én gyerekek, hogy amikor bemész autót venni, igen? Érted, vagy autókereskedőként te, hát nem az a jobb az őszinte, aki azt mondja, hogy figyelj, így néz ki a kocsi. Oda megy egy, ha én meglátok egy kiglancolt autót, akkor az jut eszembe, hogy ez az autó rossz. Aha, ezzel akarják eladni. Érted, eladásnál szeretett, ha azért egy tiszta autóban ülsz bele. Nem, hát hogy lásd, hogy figyelj, ez így használt. Igen, ez így, jó. Igen, megbecsülte a tulajdonos. Jó, de senki nem tud akkora profitot termelni az autójában, mint Balázs, aki mondjuk egy szombati lapon beállhat a Petőfi csalók Bolha piacára, és a kocsinak a csomagtartójából kiárulhat egy másik kocsinak az ára. Igen. Marci, köszi, hogy elmondtad ezeket. Köszi, vigyázz magadra, jó munkát. Ciao. Hello. Gyorsan még egy-két SMS írnak a hallgatóink, szellemes SMS-ek jönnek. Azt írja egy hallgató, hogy nem legesítek a lábzacskót, ne adjatok ötletet a bátyámnak. Saci küldte nekünk, igen. A lábzacskó nagyon jó ötlet, szerintem holnapra már nekünk is lesz. Köszi, fiúk, írja Nóri. Balázs, nem vetted még észre, hogy nálad fordítva van, mielőtt kiszállnak az autódból, akkor verik össze a lábukat, hogy ne vigyék ki a koszt. Egyébként, okos. Egyébként igen. Okos. Igen. Na jól van. Hát igen. Szóval nagy szentség az autósokaknál.
De meg is értem egyébként, persze, hát nincs ezzel baj, ha valaki így látja. Hát, csak hogyha egy normális szereted. Keretek között. Megérted, csak nem szereted. De ha vannak olyan szélsőség, mint a múltkor Balázsán, hogy hátra néztem a hátsó ülésre, és ott volt egy hűtőtáska, benne meleg víz és egy fél vese, akkor ezzel elgondolkodik az ember. Hogy itt vajon mi történt, igen. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora Sebestyén Balázsral, Rákóczi Ferivel és Vadon Janival.